Köszönöm szépen mindenkinek, aki megvárta a szünet végét, és aki még mindig itt van, hogy leshesse itt a történéseket. Egyébként én úgy emlékeztem, mintha az utcai hírnevünk 41 szinten állt volna, és most hirtelen, ahogy felnézek, hirtelen már 41. Valami történt a szünet alatt, pedig én egy tapottat nem moccantam, és ugyanezzel a képernyővel köszöntünk el, ugyanis ma dupla epizód van, és a dupla epizód második részében kicsit nehezen vettem ki, hogy mit szeretnétek, mert ugye megszavaztuk, hogy menjünk a küldetés teljesítésére a Voodoo Boys-os kápolnába ide, vagy menjünk ki ide erre a részre, és itt kiberpszichókat, melókat teljesítsünk. Ez volt a kettes. Ez a küldetés volt az egyes, mindjárt visszanézem, hogy melyikből volt több. Van itt 2 darab 2-es. 4 darab 2-es. Aha. És aha, 2 darab 1-es. Hát nem sokan szavaztatok egyébként. Jó, hát hogyha azt mondjátok, hogy Voodoo volt, nem. 2-szer annyi volt a 2-esekből, mint az 1-esekből. Szava Szandert bácsi, szia Billy B, szia mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt vagytok velünk. Hát akkor srácok, én akkor azt mondom, hogy gyorsan itt elindulunk erre, és akkor az epizód végén megyünk majd a kápolnába. És Zsózi is azt mondja, hogy Mizu. Jó van, hát akkor menjünk a mellóra itt kívül. A hangerőt természetesen nem nyomtam benne, de majd most. Menjünk, fedezzük fel, hogy a térkép azon részén, ami ott kívül van. Mégis mi történik? Mit csinálnak ott az emberek? Nappal megyünk oda, legutóbb éjszaka tettünk a városból kifelé egy ilyen kis kiruccanást. Hát éjszaka nem sok mindent láttunk abból a gyakorlatilag szeméttelepből, ami arra felé övezte a várost. Tehát így olyan volt, mintha ilyen nagyon ilyen gettókból, tudod, ilyen palából, meg ilyesmiből épült volna. Mindenféle ilyen kis kunyhó, meg kaiba, meg egyebek. Emlékeim szerint itt akart volna levinni minket. Aha. Hogy vagytok? Mi a helyzet? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velünk ma este. Ezt a játékot nagyon nehéz abbahagyni. Őszintén megmondom nektek, rohadt nehéz abbahagyni ezt a gémet, mert iszonyatosan jó, és egyszerűen akkora élvezet vele játszani. Egy kicsit most így a harcokat kivettük a játékból azzal, hogy szuper hackerek lettünk, és gyakorlatilag bárkit kicsinálunk ilyen hipersebességgel, nagyon távolról, anélkül, hogy észrevennének bennünket. Ezt lehet, hogy abba fogom majd hagyni, csak hogy megmaradjon a játékban még a kihívás faktor. Eddig pubgéztetek? Az igen! Hát én meg szólongattalak, itt már 3-szor feltettem egy kérdést, tiszta hülyének néztek már a nézők, hogy adja már békén, hát nincs itt. És tök igazuk volt egyébként. Állj! Én most megállok. Átmentem a piroson? Hát Rebi, hogyha vezetni akarsz tanulni, akkor ne tőlem tanulj. Ebben a játékban nem arra figyelünk, hogy mennyire... Szerintem ezek lehetnek a Voodoo Boys-ék, nem? Jaj! Valakit kivégzett az a csicska. 1C BD 7A 55 1C 55. Ez sehogy sem jó. 55 1C BD 7A. Így már jó viszont. Mit kérdeztem? Látod, már olyan sokszor kérdeztem, hogy már el is felejtettem. Pingelés, nézzük meg, szerintem kivégeztek valakit. Hányan vagytok? Nem is annyira sokan. Itt van, aha de mégis. Ez itt megöli magát. Azok közül ott 2, egy meghal rövid zárlatban. A mellette álló túlmelegedik. Eres una putita. Most olyan észrevettek? Ej! Te mit művelsz, te hülye? Oda nézd, milyen gyorsan mozog. Mint Neo a Matrixban. Mondjuk ebben a játékban benne van Neo a Matrixból, úgyhogy... Nem lehet becélozni? Hagyd abba azt a mászka... Áú! Áá! És ha valami nagyon bánt... Kaptam egy gránátot? Te voltál azt a csína? Kapsz egy fertőzést is, jó? Te ott hátul, te mit kapsz? Nagyon nehéz becélozni. Épp kéne állnom lehet, aha. Rövid zárlatot. Az elkaptam, amit el kellett. És csak, ott meg megy a fertőzés szépen. Ne, kérlek, ne hallj meg, mondja a fickót. Nem tudom, hogy kinek könyörög.
Ez miért ugrál ez az autó? Én nem csináltam vele. Ja, mert rádobtak egy dinamitot, vagy gránátot, vagy valamit. Jó, megvagyunk, mindenki meghalt. $340 szereztünk ebből. És csak egy színész? Mármint, hogy Jézus? 22-43 pisztolylőszer. Judy Alvarez hív minket. Szevasz, Judy, hogy érzed magad? Szarul, de eszembe jutott valami. Micsoda? A Moxok helye a Lizzie's Bar régen örömház volt. Tiger Blows, aki túl sok lányt ölt meg. Úgyhogy az emberek kezükbe vették a dolgokat. Most hozzánk tartozik. Ja, ez a Mox megalapításának története. Cloudsra is ráfér egy hasonló átvétel. Biztos, hogy ezt alaposan végig gondoltad, Judy? Egyáltalán nem gondoltam végig. Azt tudom, hogy a Mox nem azzal keverte meg a dolgokat, hogy nem tettek semmit, és csak ültek a gondosan barnított kigyúrt segükön. És a Moxok belementek, hogy átvegyék a Clouds-t? Nem, téged akarnak meggyőzni. Ismerek a Clouds-ban valakit, aki mellénk áll majd. Segítesz? Ah, segítek, benne vagyok. Nice! Jó, mi lesz a terv? Először is beszélnünk kell Maiko Maedával. Ha nem áll mellénk, akkor rögtön égnek is emelhetjük a kezünket. Aztán őt ezek megölték. Maiko Maeda? Ki ez a Maiko Maeda? Akkor a porvihar. Csaj, aki nem hivatalosan a Clouds üzemelteti. Hivatalosan mit csinál? Ő is egy prostituált, szóval senki. Biztos, hogy Maiko szeretne velünk összedolgozni? Ha biztos lennék benne, akkor holon beszélnék vele, és most... Mi most nem beszélgetnénk. Hadd fogalmazzam át ezt a dolgot. Van esélye arra, hogy megtáncoltat minket, aztán kidobott a megatornya ablakán? Persze. Akkor ezzel meg egyet tudok élni. Mennyire ismered jól ezt a csajt? Túlságosan. És mikor csináljuk? Kora reggel, a Cloud zárva lesz. Olyankor alig van ott valaki. Mennyire korán? 8 előtt, a Berratán leszek, mégsem. Az erkélyen a Clouds felett inkább. Lesúranunk. Senkinek sem kell tudnia, hogy ott vagyunk. Az erkélyen, oké, vettem. Na hát azzal, hogy ezeket itt elintéztük, szertettünk szerintem több mint 2000 euró-dollárra. Most, hogy kifizettem 15 000-et a kedves hölgynek, tudjátok, hogy kinek, a Rogue-nak. Azért jó volt, hogy innen visszaszedtünk valamennyit. Várj csak. Még van azért itt egymás. Nincs egy fali, de van. Na, ehhez kapcsolódjunk egy picit. És szedjünk össze még belőle némi pénzt. Hogy vagytok, mi a helyzet? Kenyai révész? Mi? 1C E97A1C. 1C E97A1C. 1C E97A1C. Mi a végén mi volt a baj? What? Ezt elrontottam. Nem is figyeltem. Jaj ne, így csak $500 kaptam. Meg legendás összetevőket. Milyen csírák vagytok? Gustavo neves? Julia Tikhonova? Hát veled meg mi van? Na, hogy az anyádba nézel ki? Ne haragudjál már, de azért csak felkelnék innen fényes nappal itt az aszfalton. Vagy mi az anyám? Ez ilyen betonszar. Ú, gyerekek. El van zülve mindenki ebben a városban. Én pedig hagytam bent még lootot. Mi van ebben? Véres kés? Ja, mert hogy ennek kiforgatták itt a beleit. Nem is néz ki úgy, mintha jó bőrben lenne a hölgy. Szerintem... Gyorsan tegyük be ide. Szia, szia! Szerintem ő volt a túsz, akivel itt fenyegetőztek, nem? Szia, Benesan! Milyen helyzet? Hogy vagy? Szevasz, Spectral! Hogy vagy ma? Na, menjünk tovább, oda kifelé. Nekem tetszik ez a misszió, amit adott egyébként Judy. Találkozz Judyval a Clouds teraszán. Átvehetnénk a... mechanikus lány küldetés keretein belül az irányítást egy bordélyház felett átadhatnánk ezt a Moxnak. Na let's go! Jaj, várjál, ti gonoszak vagytok? De... Ja nem, ez járőrtiszt. Hát mondjuk ugyanaz. Milyen durva lehet egy olyan világban élni, ami olyan szinten... Nem is tudom, ilyen felhő alapú és interkonnektált és... Mindenki kapcsolódik mindenkihez.
értitek, hogy mit mondok, szét vannak augmentálva az emberek meg minden. Milyen durva lehet, hogy valaki elsétál melletted az utcán, akinek esetleg rossz szándéka van, rád mutat és te meghalsz. Nem? De belegondoltatok már, mennyire meredek gondolat ez így, amit most itt megvalósítok ebben a játékban, hogy oda megyek valahova, ránézek valakire, és ő meggyilkolja saját magát. Lehet, hogy 10-20 év és meg tudjuk, hogy milyen. Nem, szerintem sokkal lassabban történnek ezek a dolgok. Álljunk csak meg. Én szerintem ahhoz 100 év is kell, hogy ennek a feléig eljuthassunk. Nagyon nem tart a világ ott. Szerintem az emberek úgy fejben nem tartanak ott, hogy így fejlődhessünk. Hagyd már békén, álljál meg! Kár, hogy a kocsikat viszont nem lehet meghekkelni. Itt van lent valami támadás. Hát ahelyett, hogy a fejlődést valahogy megpróbálnánk így előre lendíteni, az emberek még mindig ott tartanak, hogy harcolunk az olajért, meg a gabonáért, meg háborúkat szítunk, és egymást öldököljük. Tehát nagyon-nagyon le vagyunk maradva. Szerintem fejben ettől a világtól, hogy ide eljuthassunk. Ezek itt mit csinálnak? Ezek csak lakosok. Azok viszont nem azok. Azok viszont mások. Mi lenne, ha valaki megfertőzne ott titeket? Ez tök vicci lenne, nem? Mehetne akár egy kis rövidzárat is oda meg, mehetne egy túlmelegítés. Mi van azokkal ott, azokkal a srácokkal? Ti látjátok? Senki nem érti. Hát csak néznek jobbra-balra, az ott hirtelen öngyilkos lesz. Érted? És senki nem tud semmit. Az is rövid zárlatot kap. Egyszerűen ott álltak a téren, ott partiztak, és meg az megölte magát, és egy maradt még, az meg túlmelegszik. Materiális a világ hozzá, pénz mindenek felett. Igen, 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 igen. Nem állunk erre készen. Az utcai hírnevünk így növekedett, hogy ezek amúgy hova tartoztak? Közlegény? Ez a Six Street-i banda. Na hát ezek közül még nem nagyon írtattunk ki szerintem senkit. Ez volt az első találkozásuk velem, de szerintem nem az utolsó. Bár ők biztosan azt kívánják, hogy bárcsak az utolsó lenne. Veled mi van? Te még élsz. Nem én voltam. Ezeket el kell intézni, mert ezek nagyon gonosz emberek. Én pedig dreadbíróként megyek végig ezen a... ebben az iszonyatos világban. Ha megnézed a CP történelmét, akkor az sem úgy indult, hogy béke és mindenki szeret mindenkit. Jó, persze, igen, itt azért voltak ilyen cégháborúk, meg mit tudom én, de... ahhoz már el kellett jutni egy olyan állapotba, hogy ez a cégháború kitörhessen. Tehát, hogy olyan cégek voltak, amik nagyobb... befolyással, nagyobb tőkével rendelkeztek, mint hadsereggel rendelkeztek, érted? Tehát ott még a mai világban nem tartunk, hogy a Coca-Cola mondjuk megindít egy őrület nagy banzájt, mondjuk a... nem jut eszembe hirtelen, az a nagy gyógyszergyártó cég, a B betűs. Fuck me, na mindegy, értitek? Ott még azért nem tartunk. Google, igen? Azt mondod? Érdekes, hogy nem lehet betörés protokollt indítani ezek ellen. Nem értem, miért nem. BlackRock? Mint gyógyszergyártó cég? Nem. Nem arra gondoltam. Technológiai fejlődés már most is sokkal gyorsabb, mint amit a világ követni tud. Fejekben nem maradásban vagyunk. Így van, így van. Így van. Hát szerintem amúgy a technológiailag már sokkal bentebb vagyunk attól, mint ami a piacon van. Tehát amit mi most el tudunk érni, technológiai fejlettség szintjén az emberi faj, az ahhoz képest szerintem már egy csomó, tehát évtizedekre le vagyunk maradva, mert egyszerűen a kapitalizmusban nem is érné meg egyébként csak ilyen lassú lépésekben évről évre kihozni az új generációs termékeket, miközben a fejlődés meg évről évre esetleg mondjuk megduplázódik. Érted, hogy mit mondok? Tehát, hogy minél többet profitot húzhassanak ki az emberekből, ezért kényszerítve vagyunk arra, hogy lassan meneteljünk előre. Csávó kinézett és azzal elromlott. Ilyen, hogyha előjönnél és beszélhetnénk? Nem tudom, srácok, mi lenne?
Minden, hogyha ti jönnétek ki, és véletlenül rövid záratot kapnátok, az nem jó? Tök, hogy a rövid záratot amúgy ennyire lehet spammelni. Jaj, várj, az még él. Akkor legyen ott egy fertőzés. Úristen! Támadni akar. Meghalt. Aha, már látom, hogy hányan vannak odabenn. Ott van, jól látom. Aha, de így viszont már könnyebben elintézzük, hogy ki jött. Annyit mondott, hogy flank. Arra már nem volt ideje, hogy megvalósítsa az akaratát. Ott az utolsó csíra, ami kiugrik az ablakon, nézd. Ezt a majmot. Azért jöttünk ide, mert itt éppen egy támadás volt folyamatban, úgyhogy gyorsan be is fejeztük. Amit itt megkezdtek a vidám fiúk. Eurodollár. Aha, de azért látom, hogy azért véghez vittek itt valamit. Tudom, ki, aki egy véres erőforrásokkal rendelkező bolygón végtelen fejlődésre álmodozik, az vagy bolond, vagy közgazdász. Hát gondolom. Én nem értek hozzá. $1,300 lehetett itt találni. Akkor ezeket a folyamatos támadásokat, ezeket muszáj tényleg kergetni. Menj a Grés a malagró sarkára, a Priscilla O'Connor háza ott van. Be kell törnöd, szedd ki belőle, hogy hol bujkál az a ribanc. Julie! Az olyan, mint a izé, a Romeo and Julie. Senki sem ölheti meg a cimboránkat büntetlenül, mondja Lori Banco. Oké, itt vagyunk, bemegyek. És van valamit? Kérdezi Lori. Lori, már több mint egy órája beszélgetünk Priscillával, és még mindig azt mondja, hogy Julie elhagyta a várost, megszakított minden kapcsolatot. Tán igazat mond? Szedjetek ki belőle mindent, amit tud. Merre ment Julie, mit szeret, hol a családja, hogy lépett kapcsolatba vele, mikor jött vissza, mivel vissza a kávéját, hogyan törli a seggét, mindent tudni akarok, mondja Lori Banco. És aztán mi lesz, kérdezi Amat, aztán már nem érdekel, mondja Lori Banco. És akkor bejöttek ide, és tényleg ezt végre is hajtották, valószínűleg szétgyilkolták a nőt. Szia, Axi, jó éjszakát, jó pihenés, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Erővel hatolhatunk volna csak idebe. De melyik lehetett az a nő? Csak hogyha tudnám azonosítani, akkor... Hát ilyenkor már késő lehet. Érdekes, hogy most nem akarja őket beszkennelni. Tehát, hogy akkor tudjam már, hogy itt most megvalósult ez a dolog, vagy sem. Ingyenesnek kijelentett dolog, amit ha csak tudatosan nézünk, rájövünk, hogy mennyire sokat is fizetünk érte. Ó, jó Isten, a pénzkérdésben le is menjünk bele, gyerekek. Nagyon gusztustalan világot élünk most. 1C-E9. 1C-55-E9-E9. Ja, várj, azt úgy nem is csináltad meg. E9 volt az utolsó, akkor elrontottam. E9, és hogyha 7A-ra megyek, az még működhetne. 7A, 1C, E9, és így kezdve kikanyarodnom, mi? Shit. És hogyha innen megyek, akkor kész van. $1,044. Na, az itteni pénzt, amit felmarkoltunk, az több volt, mint egy ezres. 1700, azt hiszem, azt megfejeltük még a falból. Kiszeret bigyóval. Ez mi? Fülke. Érdekes. Ezeket mind zárva vannak. Kivéve ezt. Hát itt meg van egy garázs. Ej! Hogy kiugrottott a Mickey egér egy pillanat alatt, láttátok? Jó, más már itt nem lesz, húzunk el. Ja, és akkor ide berédelték szerencsétlennek a házát. Hát nem volt esélye, el sem tudott futni. Emlékeim szerint itt fent hagytam a kocsimat valahol. Ez mi volt? Hoppá. Valami csúnya gyűrű, meg $25. 47 ezeren van. Az jó, mert most hirtelen összeszedtem 12 ezeret ahhoz képest. Itt van a kocsim. Hogy az előbb elloptak tőlünk 15 ezeret, pusztán információkért. Ugye róg volt az elkövető. Lehúzott minket nagyon csúnyán. Amúgy lett egy lurk parancsunk. Írtátok már azt, hogy felkiáltó jel lurk? $600. Ó, hogy kijöttünk a városból? De hiszen ez a kezdőhelye. Működik. Jó. Hiszen ez a kezdőhelye a nomádnak. Azt hiszem, hogy a múltkor, amikor nomádot indítottunk, akkor itt kint voltunk a sivatagban. De hát működik. Mokibot reagál rá.
Mi ez a hely? Mi? Van egy meló, elég sürgős. Valaki leszedegeti a barátom drónjait. Ez egy törött, nézd. Nézd meg a koordinátákat, találd meg, hogy ki csinálja. Jó, na várjál csak. 5-1-C-1-C-1-C. 5-1-C-1-C. Kész. Akkor is a bunda a legjobb? Na jó, van. Bocs, hogy fejlesztettem egy kicsit. Meló típus a szabotőr ügynök. Jó, de mi lenne, hogyha én most azt mondanám, hogy támogató üzemmódba átmenjen ez a töret? Vajon lelövi azokat a csimbókokat ott szemben? Kis csirákokat? Oda kell felmenni, onnan jön a jelforrás. Most átvettem a töret fölött az irányítást, nem tudom mennyire vágják, hogy ebben mi fog történni. Haver, te hányas szintű vagy? Már mindegy neked, nem? Igen. Ajjajjajjajjaj, valami nagy van a kezében, látjátok? És azt nem vágom, hogy a töret, ami ott van. Én a fölött átvettem az irányítást, ugye? Támogató üzemmód blokkolva van? Biztos? Ez velem van, srácok, ez velem van. Felülbírálás. Le is lehet tépni, na az még nagyon kemény lehet. Te nehogy már meggyilkold magad, most kajak. Ez egy kék fegyver. Jaj, úristen, megöli magát. Kerékkulcs, nézd. Wow. Wow. Oké, okay, ennyit a hackerkedésről, most megyünk és csináljuk. F5 mentés, mert. Beszarsz. Én is kapom. Jó. Mögöttem van valami, ami nagyon durván ver. Nem tudom, mi volt az, de ez kemény. Eszembe jutott már, mit akartál kérdezni? Az, hogy ebben a hónapban kétszer iratkoztál fel, mert mintha hó elején lett volna egy alert, és most meg hirtelen még egy. Valami csel történhetett, én úgy érzem. Tehát én már valamiknek azt mondtam, hogy legyen öngyilkos, és most még egyszer lehet használni visszatöltés után. Ezek voltak, akik elintéztek szerintem, ez a kettő. Ez meghalt. Az a töret lehetett volna velem is. Úristen, ez rohadt jó, ez Rambó mód benne. Alig áll már, most van esélyünk, mondta a csaj. Wow, az mit kapott ott fenn? Azt a nem jóját. Na hagyjad már, ez átviszi a falakat, meg minden. Figyeld a sniper, fejlövések és minden. Azt a büdös mindenit. Van még valaki. Wow, szevasz. A fenék vagytok ti. És mindig van au. Mindig van 134 kúlom. Mögöttem minden jó. Ezt a töretet átveszem. Ez szövetséges lesz. Ott van fent a csávó. Szerintem meghalt. Nem, most halt meg. Megvan. Utcai hírnevem 43-as szintre lépett. Ja, hogy ilyen bágosan feldobta újra? Nagyon köszönöm neked még egyszer. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Erre válaszoltál pedig? Akkor nem tudom, már lehet, hogy mást akartam kérdezni. Most visszapörgettem az agyamban az elmúlt órákat, és látod, idáigítottam el. Ezt tedd le? Szevasz Hirx, mi a helyzet? Tedd már le azt a szart a kezedbe, Jézusom! Ez meg miért van a kezedben? Néha olyan dolgokat vesz a csaj a kezé... Vaj? Hogy lehet, hogy itt még mindig vannak? Ott az megy egy fertőzésre. Az a kamera, az meg ki fog kapcsolni.
Most azért jöttél ki, hogy... Aha, és ott is van egy kamera, ugye? Igen. Miért van egy kés a kezemben? Nem értek semmit. Meg egy... Elnézés, de egy fallosz. Vannak azért itt érdekességek. Ezt vedd le a kezedből. Még ez a fogvályó koktélhoz is erősebb lenne, hogyha mélében, vagy várjál, ja igen, mélében gondolkodnánk, de én nem abban gondolkodom, hanem nézzük meg azt a legendás pisztolyt. Sőt, volt itt egyébként egy sniper, ugye? Ez, erre mondtátok szerintem, hogy ez rohadt jó. Precíziós őrület, meg a másik mélé weapon. Nézzük a pisztolyt, hogy az hova lett. Volt nekem egy olyan pisztolyom, várjál, minőségben menjen csökkenőbe. Aha, úgy tűnik, hogy a Unity pisztoly a legerősebb mind közül. Na, így már mehetünk. Hogy lehet, ezt nem ki... hogy ráfeküdt a szatarára. Itt is volt kint valaki, akit előttünk, sőt, kettő is van. Remélem nem vagy, ha kilútolom őket, mert... Azért most a pénzből hiány van nálunk. Miket nem veszel a kezedbe, ugye, hogy... Mi nem lehet, hogy a kezedbe akadjon? Most mit csinál? Ki is lehet lőni a kamerákat, aha. Nem tudom, mit nyomtam be, de benyomtam. Várjál, ne nyom tovább, Istenem. Véletlenül az X-et nyomogatom, pedig egyáltalán nem akarom nyomogatni. A hátizsákban akarok néhány dolgot kioffolni, mert már megint annyi minden baromság van nálam, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Nem bírok aludni torokfájás miatt, szóval kell valami, mert legalább elviselem az ébrenlétet. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mi jutottunk eszedbe, hogy velünk viseld el ezt a hihetetlen állapotot. Nagyon fáj. Köcskemét ilyes? Ti mikbe vagytok ott? 168 kiló, na végre megvan a hely a mindenféle loothoz is. Ezt is felveszem. Olyan lazán dobálják ezeket a kék fegyvereket. Úristenek, leszakadt a lába. Szegény Peti nagymamája, ugye? Leszakadt a karja, lába. Leszakadt a lába, karja. Nem volt aki. Felvakarja. Megvan nektek a szegény Peti nagymamája? Egresből, répából és céklából? Akinek nincs meg, az sürgősen pótolhatnám amúgy. Hangom is olyan, mintha én lennék a Batman. Az mondjuk rohadt király. Én megőrizném a helyedben. Ha én lennék a Batman, akkor biztos, hogy jobban élveznétek a streameket. És még csak nem is reggelizett. Na, Hirxi, hol van? Örülök, hogy van, aki ismeri. Nem szabad az ütközőn utazni. Ez volt a baj itt is szerintem. A jelforrását én most felfedem. Már amikor sikerül felugranom egy napernyőre, és az meg is tartja a súlyomat. Ja, hogy be is sétáltam volna az utcán. Jó, mindegy. Kik vagytok? Szevasztok. Felveszem a... Gyakorlatilag repülő elhárítót, mert ezt már máshogy nem tudom nevezni, ez gusztustalan nagyot robban ez a fegyver. Leszalít a zene bent. Szevasztok! Mindenki halott? Nagyon jó. Két köteg zseton. Mondom, szar a zene, tudod? Gondolom rálövök egyet, de azt nem gondoltam, hogy ez fél szoba szétrobban. Szólt egyet, azt hiszem. hogyan kell szétszedni egy drónt, hogyan ne idegesíts fel. Rohadtul ne erőltesd, ez az egyes. Ha nem lehet kicsavarozni, akkor hajd. Rohadtul maradj távol a homoktól, ez a kettes. Homok plusz elektronika egyelő szar. Szar egyelő pénz, vetted. 3, ha nem tudsz forrasztópákával bánni, ne nyújj hozzá. 4, ne hagyd az akkumulátorokat a rohadt napon. Nagyon értékelném, köszi. Itt valaki nagyon mérges volt. Ilyet láttam a visszajövőben is. Tényleg? Oké, ez a fegyver tetszik. Na hát ezt mondom, itt nem szabad véletlenül elsütni. Itt ez mi? Ezt valahogy nem lehet... Nem, ezt nem lehet dekódolni. Vírus? Vírus csatolva? Tedd be a szilánkot antenna jeladó irányítót, kezd meg az adást minden csatornán. Aha. Igen, ez az, ami szétszeri a drónokat. Értem már. Ezek micsodák vajon? Lehet, hogy ezek voltak a drónok? Jaj, tényleg, és ezek lettek itt szétszedve. Aha. Mindent kirútolunk, mindent ellapunk.
akkora tolvajok vagyunk, és egyben akkora igazságosztók. Ez az ambivalencia, ami ennek a karakternek most a báját kölcsönzi, én úgy érzem. Egyszerre jó, egyszerre rossz, nem tudsz vele mit kezdeni. Bemeltünk volna. Csak hát nem volt már otthon senki. Mindenki kijött meghalni, senki miért, hogy miért. Lehet, hogy volna bent egy lift, amin fel kéne mászni. Uh-huh. Hát vagy lifttel mész, vagy mész gyalog. Jó éjszakát, Jószi, köszönöm, hogy itt voltál. Még fentebb kellene mennünk valahogy. Vajon van olyan képesség, amivel több cuccot tudsz cipelni? Van, van, hogyha a testedet kimaxolod, akkor ott rohadt sok. Akkor ott szerintem eleve már a teherbírás is növekszik. Nem mész? Akkor mit izé? Bye-bye, Zoli. Tisztára összezavar. Felvettem valami ketchupot is. Kiska lősze. Mi ez? Mi ez a szuper kamera? Kine lője valaki? Azt a bűnös mindenit. Ez szerintem nekem a kedvenc fegyverem, mert annyira ilyen VTF, tehát hogy ez egy fegyver, érted? A kezedben van, és akkor át, tehát ilyen tankokat lő ki, meg ilyesmi, hát valami iszonyat király. Ennek fel is húznám a damage-ét. Micsoda, Heavy Tsukai Kashmir nanoszálas ing, $2,300-ral. Hát én felveszek mindent, amit itt el lehet érni. Star Wars-os guruló izére írtam új ártit. Ja, hogy BB-8. Jaj, bocsánat. Főnök, van egy kis probléma. Párolog a cucca szabad levegőn, vagy valaki nyúlja a kérdést, csak az, hogy személyes használatra vagy mellékesért, mindig is valakinek el kellene intéznie. Ó, bocsáss meg, elnézést. Hát tiszta félreértésekben vagyok itt már mindjárt. Mit akartam még kérdezni? Közben már három témán átszaladtunk itt a testfejlesztésről és egyebekkel kapcsolatban. Valami eszembe jutott az előbb. Ja igen, igen, tényleg, Zsószi, levágatod a hajad, mesélj már róla. Az mi? Az mi? Elfett mentés. Az mi? Valaki megtámad. Hogy most... Hol van a csávó, vagy mi ez? Lehet, hogy a töret? Lehet, hogy a töret már többé nem a barátom, ugye? Jézusom. Kilő rám. Ott van kint, megvan. Elére minden? Akkor kijövök. Azt a mindenit. Jézusom. Ezek honnan jönnek? Az meghalt. Úgy látszik, vannak még itt mások is. Egy centit vágtak. Én azt hittem, hogy sokkal rövidebb lett így kép alapján. Hát mondom, ebben legalább 5-6 centi biztos, hogy lejött. Eleve nem volt ugye túl hosszú. Azt hittem, hogy valami nagy döntés, elhatározás eredménye volt, hogy most akkor rövidítsünk rajta. A csajok szoktak ilyeneket csinálni, hogy egyszer csak úgy érzik, hogy túl hosszú már. Kiestem a házból! Ja, az itt normális. Menjünk ide be, mert ezek távolról lőnek rám. A hullámok miatt tűnt... Jaj, lehet amúgy. Az könnyen lehet. De színben nem változott, nem? Ez jó, igen. Mit veszek még fel? Ja. $2,000 itt is. Könnyű elasztomer hacker ruha. Gyors hacker és sebzés csökkentés 17%. Ez nem is annyira rossz. Gyors hacker és sebzés csökkentése. Plusz 17%, tehát a csökkentésre ad egy pluszt. Tehát, hogyha valaki engem gyors hackkel, akkor kevésbé fáj. Jó, elrakjuk, de nem tudom, hogy fogjuk-e viselni majd magunkon, vagy sem. Állítólag itt lenne valahol a missziónak a vége, nem változott semmi. Hát de... Mikor fog streamelni akkor? Mert megnézném amúgy. És felmásztam ide, hogy ezeket kilútolhassam.
Én azt hittem, hogy eddig is ilyen volt, a kék rózsaszín. De tudom, hogy én most már magam alatt vágom a fát ezekkel a kérdésekkel, de a pasik általában ezt csinálják ilyenkor. Ha nem vagy exaktan biztos benne, hogy egy nőn mi változott meg, akár hajszín, akár frizura, akár bármi, akkor inkább ne is hozd fel, csak dicsérd meg. Ha ez kiderül, akkor ugye ott baj van. Messze áll a karakterem? Undead bácsi, ne! Kajak! Gyorsan valaki ruhát hozzon, hát nem bírok vele. Szép, szerintem... Mi a fene volt? Egy sniper, amit innen felvettem. Semmi nem változott, akkor is dicsérd meg. Jó, persze, nyilván, most nem ez a lényeg, de értetted, hogy mit mondtam. Ha nem tudod, akkor bajba vagy. Az ember azt gondolja, hogy mostanában minden okosnyelvest titkosította már a komját. Nem mindegy, mi áll az üzenetben? Raph and Shiv beszerzett egy vírus, most egy légijadón keresztül sugározzák szerte. Nem volt itt egy antenna valamerre? Már nem sokáig. Hát azt akarják, hogy robbantsam fel. De van nálam hozzá dinamit vagy valami? Fel kell másznom? Ilyet lehet? Tedd tönkre az antennát. Melyik az antenna része? Ez lenne az? Antenna lap, ez robban. Áram lekapcsolása? Ennyi? Aha, ez volt az, ami robbanni akar. Menő! Csak kiszedtük előtte a gépészeti pontjainkat. Állítólag ott van egy nagy kocsi. Nem tudom, azt ennyire láttátok, egy nagy kocsi, amiből támadtak ránk. És az én kocsim megvan még vajon? Jaj, már ez a csicska kamera, ami itt van. Szerintem ennek nem kéne ennyire problémának lennie. Persze kíváncsi vagyok, hölgyek véleményére, hogy kit mennyire zavar ez valójában és miért. Hát arra én is kíváncsi lennék, hogy miért szokott ez általában probléma lenni. Ha rossz volt a vacsi, akkor is dicsérd meg. Minden nőt szét kell dicsérni, ez természetes. Úri emberek vagyunk. Én mindig így is csinálom egyébként is. Nem mint hogyha sokra vittem volna vele az életben, de... Általában azt tettem észre, hogy a legnagyobb péniszszívók azok, akik mégiscsak valahogy sikerrel tudnak kijönni az ilyen nőkkel kapcsolatos szucokból. Én nem tudom. A kedvességem engem előre még nem vitt, az biztos. Már a nőknél. Az élet más területein igen. Például nagyon... effektív vagyok abban, hogy hogyan alkudjam le az árakat valahol, hogyan érjek el valamit a szavakon keresztül, amit el szeretnék érni. Jó, van Dakota Smith. Remek munka az antennával. Sokan nem jöttek még rá, hogy hogyan használják a fejüket, de te igen, V. Az meghalt. Moszkító csempész útvonalai ura biztonságosak. A megbízás rendben lezárult. Az erkölcsi győzelem a tiéd, ja. 25-es szintre léptem fel, szerintem ez magas szintű hely lehetett, amit most itt elintéztünk. A technikai adottságunkat tápoljuk tovább, és 18 kellene ahhoz, látjátok, hogy legendás tárgyakat is készíthessünk. Addig csicskák vagyunk, mert csicskának is születtünk. 10% eséllyel ingyenes a fejlesztés. Ez tetszik, ez jó cucc. Lehetővé teszi az epikus tárgyak készítését. Miért eddig nem tudtam epikus tárgyakat készíteni? Én azt hittem, hogy tudok. Micsoda, 20% eséllyel ingyenes a tárgy készítés. De hiszen itt iszonyatosan OP dolgok vannak. Sőre tölts, okos fegyverek újratöltési ideje, gránátok és stb. Ezek annyira nem érdekelnek itt a gépészetben. Nem, ezek nem annyira. Ilyen tech fegyverek figyelmen kívül hagyják a páncélt? Az mondjuk nem rossz. Ez itt nem rossz, ezt lehet, hogy kihúzzuk majd. Egyébként én azt mondanám, hogy epikus tárgyak készítését most már tudjuk elkészíteni, vagy végrehajtani. Nekem nem probléma, nem veszik észre, nem is kell amúgy dicsérni, csak úgy minőség, nem mennyiség. Tehát hogy azok dicsérjenek, akik számodra fontosak, nem az számít, hogy 25 ember dicsérje meg, jól értem? Ruházzuk fel a karakter? Miért? Nem bírjátok? Ki
kicsit csúszik az autó. Szevasztok! Yes. What are you carrying? Mit árulsz? Firearms. Lőfegyvereket, a legjobbakat az egész Badlands-ben. Mutasd! Oi! Aha! Hát azért vannak itt tényleg egészen jók. És mennyibe kerülnek? 53 000 egy darab. Na várjál csak, mert lehet, hogy nálam is van valami, viszont neked. Ami viszont neked kellene, itt van egy 430-as fa szállító János nevű egykezes tagló. Hát én ezt mondjuk két kézre is fognám, mert azért ez már akkora. Nem tudom. Hát eladok neked dolgokat, jó? Aztán majd szólsz, hogyha elég. Móka kés, 461 DPS-sel. Ennek a kettő késnek ugyanakkor ez. Az idegmérges kés is egészen menő. A szike, vagy a fogvályó koktélhoz, ami jobb. A szike nem annyira. Ez a fogvályó, ez menőbb. Ezt akár el is adhatnám. De lehet, hogy be kéne rakni a falra otthon, nem? Gondolom, hogy az ikonikus tárgyakat amúgy be lehet odailleszteni a falra, aztán akkor lehet örömködni otthon, hogy ó, oh, jó Isten, micsoda benő cuccaim vannak. Mit tudom én. Egy ilyet meg egy ilyet eltávolítunk, ez is kimehet. Arra szak a vegyvédelmi ruhák közül kettő biztos, hogy nem fog kelleni. Ez is kimehet felőlem. Annyi meg annyi hülyeség van itt nálam felvéve. A healing az egyébként... hál' Istennek, annak nincsen súlya. Már attól tartottam, hogy ez a rengeteg őrületes consumable tárgy az, ami lehúzza a zsebeinket. Ezeket meg szépen eladogatom itt az alján. Inkább arra gondoltam, hogy mondjuk, ha Isti valamit megdicsér rajtam, csinálja havonta egyszer csillogó szemben, mint hogy valódi lelkesedés nélkül dicsérje minden nap. Ja, értem, értem, tehát hogy ezzel megadjuk a módját annak. Értem, értem, annak a dolognak. Persze, hát ez olyan, mint a szeretlek, hát túlságosan elcséplik. Ha minden nap hallod, akkor egy idő után úgy érzed, hogy azt nem tudják toppolni, ugye? Tehát egy komoly szituációban bemondja azt, ami minden nap a füledben van, akkor nem fog akkorát ütni. Ugye, mint a Székely bácsi. Egyszer megmondta, hogy szereti, az asszonyt, aztán onnantól kezdve jó van. Hogyha változna, akkor szólni fog. Na, hát nagyjából ez a hozzáállás, ami talán egy kicsit erősebb meglepetés terén legendás fejlesztési összetevők. És ebből vehetnék akár ilyen több ezret. Ez hülye. Nézd meg, most megvenném a 197 darabot. Hát ez nagyon komoly. És csak egy 5000-esbe kerülne. Lennék minden nap a füledbe? Az enyémbe? A pénisz neked a füledbe. Lennél te az enyémbe? Persze, az hiányzik. De hogy ilyen kis duruzsolóan? 433 DPS okos pisztoly, impulzus pisztoly, jó csicska DPS. Hát nem, az enyémnek van csicska DPS-e. A Unity az szarabb, mint a Liberty, ami itt van. Szereted csak egy szó, az számít, amit a szó sejtett. Mit, hogy úgy is érzi valaki? Vagy... Ezek nagyon jó fegyverek, de hát én 50 000-eket nem fogok kiadni értük, nézd meg, hát az iszonyatosan... Főleg ez az okos pisztoly, ami azért érdekes, a 4 üres mód helyével. Gondolom, hogy azok a legjobbak, amiknél az üres mód helyek is így nyomulnak. Mi ez a CQO MK72-es Canon Mini? Azon az én kezemben. Üres távcső, üres cső, üres módhelyből 4. Hogyha lenne itt egyetlen egy olyan fegyver, mint ez a impulzus precíziós puska, ami nálam van, én instant lecsapnék rá. De nincs. Copperhead tárgyaírás. Nem. Sajna, ezek nem árulnak olyan cuccokat, amiket én szívesen megvennék most. Mondjuk a kék fejlesztési tárgyakat, azokat igazán megvehetném, feltételezem, hogy ez nem hülyeség. Mert hogy azokból nincs olyan sok, mint a legendásból nálam, ugye? És akkor így a gyengítő. Eltalálsz egy célpontot 10 másodpercre, 10%-kal csökken a lövésének pontossága. Az nem hangzik szarul lassan. Mehetnek az epikus cuccok. Szerintem, hogyha most ezeket megveszem egyszer, megszünteti a vízszintes visszarúgást, megveszem. Ó, akkor ezek szerint itt vannak ilyen izék is, fegyvermodok, ugye? Na, fegyvermodokkal például sokkal jobban járnék most. Megveszem az összes legendás baromságot, marad még 40 000. A fegyvermodok most nagyon nagyot mehetnének. 5%-kal növeli a sebzéshez kapcsolt állapothatás beáltának esélyét, mert mindent megveszek, mert nagyon nincsenek nekem ilyen menőségeim.
Fegyversebzés nem halálosra állítja, azt felejtsd el. Kész. Mehetünk. Ó, van valami ritkább dolgod? Ne, állj meg! Nem zavarok az NCPD céges készletelnőrök sem. Van valami ritkább dolgod, amit a városban nem találnék meg? Biztos találunk valamit, mondja. Ja, és akkor ez csak ennyi volt. Jó. Megvettem az összes fegyvermódját. Itt van egy tarot, emiatt jöttünk ide. Ez micsoda? Szerencsekerék? Ez de király. Tök jól néz ki. Ide csak így be lehet jönni? Ez nagyon-nagyon szarul néz ki ez a hely. Mindenki piál meg minden. Kifosztják az automatákat. Itt van ez a tök menő kocsi, amit elloptam a múltkor. Nézzük csak. Ez tényleg tett... Tényleg ez volt az. Ezzel mentünk az előző részbe. Mármint, hogy az előző... játékban. Startnál, vagy hogy mondjam, amikor nomádunk volt. Ez a szar zene. Helyes. Belülről milyen? Ultra menő. Itt van Dakota Smith. Én ezt a kiberpszichót itt lekapcsolnám. Nem szar. Nézd meg ezeket az üléseket. Lehet látni, hogy plüssből van. Meg bőrből. Wow. Várjál, balra megyek. Mégiscsak. Nagyon tetszenek ezek a fedélzeti combuterek. Meg ez a kormány se szar, mennyi gomb, meg minden. Ott előtted meg mit jelez vajon? Ott mutatja középen a kormányon, hogy mennyivel mész szép. Ez egy vonat? Aha, még jó, hogy átmentem. Nagyon tetszik a belső tér is, igen. Néha egy kicsit furán vezetek, de attól még effektíven. Oda menjünk a kiberpszichóhoz, ami... Basszus, leesett egy lámpa, vagy nem tudom. Ó, hát... Jó, még megy, még működik. Nézd. Ez milyen hely? Ez itt szétesnek a szemetek. Rámutatott akarod a fejére, az meg a feltétel nélkül is szeretett jele. Mi? De úgy, hogy fulladásos állapot lépjen elő? Úgy értesültem, hogy egy háború... Háborús mi? Háborús mi? Most miért nem mondja el? Istenem, várjál. Dino Dinovics akar beszélni velem? Miért akarom felhívni? Ki vagy te, Dino Dinovics? Később beszélünk. Delta. Aha, szóval már nem kell deltázni, és erre azt mondta, hogy Delta. Ki lehet az, akivel itt beszélhetnék erről? Várjál, Takemura biztos, hogy nem. Vakako Okada, ugye nem hiszi, hogy elárulna minket? Nincs miért aggódnod velem ellentét, mert hol vagy? Kapukiban két kérdésem van. Hogy illetheti bárki ezt a mocskos nyomornegyedet a Kabuki névvel? A Kabuki művészet? Aha. Ez volt az egyik kérdés, és mi a másik? Jó, szólj, hogyha segítetek valamit. Azt akarom megnézni, hogy itt milyen... A kiberpszichók Regina-nak voltak a dolgai, ugye? Vegyél strapabíró cipőt, megközelítéshez kapaszkodni kell egy kicsit alulról, nem sokat látok felfordulás alapján, valami nagy dolog lehet röben. Háborús veterán elbarikádozta magát az otthonában, szomszédok lövéseket haltak, talán egy kiberpszichó, nézd meg mi a szidú és tájékoztas. Aha. Pukiról beszéltek? Ja, hogy keményen befingani a paplan alá. Az kemény cucc, az kemény. Ez mi? Griffin drone. És ezt, hogyha rövid zárlatot kap, akkor mi történik vele? Leesik. Még megint egy mentést. Tehát akkor itt drónok nehezítik meg az előre haladásunkat. Egy jó erős, jó csavaros puki, tudod? Olyan, amit megemlegetsz. És a másik élvezi a legjobban, mert nem a saját testének a... találmánya. Az ott mi? Túlterhelés indítása. Ez mi lehet vajon?
Nem is emlékszem, hogy van ilyenem, hogy túlterhelés. Babfőzelék? Ti esztek ilyeneket? Hát bevallom, hogy én már babfőzelékkel óvoda óta nem találkoztam. Zöld bab, az mondjuk szokott lenni. Nem szokott. Amikor anyukámmal még együtt éltem, hát ides tovannak már nagyon sok éve van, akkor ő csinált néha, és tök nagy öröm volt a múltkor, amikor átmentem, és azt készített, és már szerintem már 10 éve nem ettem zöldbab főzeléket, pedig olyan finom egy cucc az. Jó, tejfölösen. Epikus tárgyösszetevők voltak ebben a drónban. Na menjünk csak be a házba, mert itt valami para dolog zajlik. Lehet, hogy a barátunk... Az itt is van, de megijedtem, te hülye. Te vagy az? Igen, ő az. Nem sebeztem rá sokat. Akkor majd most fogok. Talán egy kis rövid zárlat. Jót tenne. Mi is történt velem? Mi a fele történt velem? Márjál már, valami instant elintézett. Babfőzelék annyira finom, fú. Nem tudom. Vagy lehet, hogy én nem ettem jókat életemben. Valami megölt, valami nagyon megölt. Volt itt valami drón szerintem, ami rám talált. Ez a drón, ez rövid záratot fog kapni. Még egyszer jöjjünk ide. Mentsük el az állást. Szedjünk össze mindent is. Peter Green. Otthoni ruhák azt jelzik, áldozat itt élt. Nagy kaliberű golyók ütötték, valószínűleg egy löveg. Löveg. Akkor lehet, hogy ez ölt meg engem is, ugye? Nem lehet bemenni a házba. Rajta állok a hullán. Löveggel ölték meg, ez mi? Parfüm. Itt grillezett, így lazába? Nem tudom, hogy mi ez amúgy. Ez mi? Ilyen kis furahúsok ezek, ilyen kis kacskaringós. Hú, haver, hogy csináljam ezt meg? Kávé szinti tejjel, amit felvettünk. Kellene nekem valami, ami... Absztrakt festmény? De mekkora ez te? Kellene valami, amivel megölhetném. Akár ezzel. Na. Aha, úgy hallom, hogy elkezdett kiabálni és tüzet nyitott. De nem tudja, hogy hol vagyok. Most nyomunk egy mentést. Nem, mert rájátok, harc közben vagyok. Aha. Tényleg megyek aludni? Jó éjszakát, jó pihenést. Jó sulizás neked holnapra. Köszönöm, hogy itt voltál. Hol van ez a csávó? Jaj, nézd, és itt mutatja, hogy merre pattannak a lövedékek. Hát érdekes pattanási mutatókat lehet itt látni. Komoly cucc. Mi lenne, ha elterelném a figyelmét? Megvárnánk, hogy kijön. Aha. Ja, amúgy még mindig tudok láthatatlan lenni. Meg elkaphatnám. Mentek egyet, figyeld meg. Tegyük kezünkbe ezt a kis pisztolyt. Menjünk láthatatlanba. Beszarsz! El lehetett kapni. Mi a fene? Nagyon szép, epikus puskája volt. Wow! Sweet Dreams páncélozott laminát BD koszorú, gyors sekkelés, feltöltés, időcsökkentés. Ez jó cucc, ezt felveszem magamra. Tudtam, hogy ez egyszer bekövetkezik. Sikerült nekik, végül elkaptak minket. Miközben a hacker székemet teszteltem, csak egy pillanatig nem figyeltem, és az elég volt. Talán túl messzire tárcsáztam, a rács rövid záratos lett, a tekercsek kiégtek. Amikor a feleségem jött, hogy megnézze, mi történt, elszabadult a pokol. Tudtam, hogy ez egyszer megtörténik majd. Mindent megtettem, hogy megvédjem őket, de nagyon óvatlanok voltak. Látjátok, hogy mi történik, ha nem hallgattok oda? Zafatokra szakadtok. Azt hiszem, felkészültem a legrosszabb esetőségre is. Legalábbis ezt hittem, de
egy ilyen mészállásra egyszerűen semmi nem tud felkészíteni. Éppen akkor, amikor már csak egy hajszára voltunk attól, hogy teljes biztonságban legyünk, annak a jégnek meg kellett volna védenie bennünket a hátsó ajtós támadásoktól, az utolsó hely, ahol elkaphattak minket. Bárcsak bent maradtak volna, még mindig megvédhettem volna őket. Most aztán mire jó ez az egész biztonság, szarság, leszarom? Jöhetnek értem, de én nem adom könnyen magam, ezek a kaptár tudatú köcsögök is velem pusztulnak. Megbánják majd, hogy szarakodtak Sam Miltonnal, gyertek csak, szemétládák, itt vagyok. Hát... lekapcsoltam a csávót. Biológiai hatással van a testre, evés után fél órával nem kell csodálkozni vegyvédelmi ruhában gejgerbül. Aha. Hát van hatása. És ezeket mind kiírtotta? Natasha Greent meg Peter Greent. Jaj, igen, már értem. Utolsó helyen elkaphatnák őket. Jó, mindegy, megcsináltam. Keresd meg a kiberpszichót. A házadomban küldi, mert miért nem ott vagyok? Hát elkaptam, srácok, hát ez volt az. Mit keresek meg még rajta? Lehet, hogy bugos a küldetés. Ez nem pontosan értem, hogy itt mire való volt. Látszik, hogy itt különböző dolgokat szereltettek be maguknak az emberek. Ez a külváros, ez vicces egy kis hely. Teljesen kívül esik minden általunk már ismert városrésztől. És itt lehet látni, hogy az emberek hogyan próbálnak túlélni. Tök menők, hogy itt napelemek is vannak, meg minden. Van itt egy töret? Nem lehet, hogy ez a löveg volt az, ami... De szerintem ez szeret szét engem. Ez lehet az, ami itt előtt, amikor itt lementünk. Biztos. Ó, nézd, innen lehet pénzt lopni. Lehet bebugolt, azt mondod? Könnyen lehet. Azt mondja, hogy BD55 BD1C. BD55 BD... nem jó. És ha azt mondom, hogy BD55 BD1C, az jó lesz. Rossz erről kezdtem. Fuck me. Az most sem mindenképpen szar. Itt kellett volna kezdenem. Jaj, ne! Várjál, nem. De, mert így kellett volna. Mindegy, BD55 BD1C. Jó, meg tudtam csinálni, még éppen szerencsénk volt. Sárga ikon, nézd meg a mapon. Szevasz, Joy 01! Hát nem köszönt nekünk a fiú. Kicsit szomorú is vagyok emiatt. Emberek jönnek és csak úgy beírogatnak. A köszönés az meg már annyira ódivatú. Annyira régi módi dolog. Szevasz, Joy! Hát örülök neked, szia! Semlegesítsd a fenyegetést, ez megvolt. Kutasd át a területet, gyűjts információkat. Ezt már akkor megnéztem. Őt is megnéztem. Feltételezem. Töretek lehettek a problémák. Hát, skacok. Körbe kell itt néznünk, úgy látom, hogy milyen információkkal szolgál még a hely, de mondjuk ezt nem értem, hogy miért erőltetik itt. Azért nézelődünk. Üzemanyag tartály, ami robban, ezt felhasználtuk volna a harc során. Befele a házba nem igazán akarnak minket engedni. Bár lehet, hogy beengednek, csak még nem jöttem rá, hogy mi lehet az a titkos mikkentyű, amire rá kell találni, hogy tudod, ami megnyitja az utat befelé. A csávótól egyértelműen nem tudtam elvenni. Semmilyen olyan... Na, nézd, már ott is van egy töret. De hogy lehet, hogy ezek nem bántottak engem? Van egy eladó geckó nálam? Milyen geckó? Ó, az a kis homokfutó? Aha. Köszi szépen. Én nem látok semmit. Lehet, hogy azt akarják, hogy ide jöjjek be és itt nézzem meg, hogy mizu. Lehet, hogy belézünk a PC-be és az üzenetek kapcsán. Új tekercsekre van szükségem hacker székhez. Egy hete maguktól vettem, székkel kapott tekercsek rövidre zárták a rácsomat, tesztelem kellett volna még maguknál. Talán ha a maguk rendszerét vágta volna tönkre, jobban figyelnének, milyen szemetet csóznak rá másokra. Mindent pont árulunk, pont Night City. Aha. Haver maga tévézéshez vásárolt széket, maga egy idióta ezzel próbál a hálóra csatlakozni. Ez egy őskori cucc, felejtse a tekercseket, húzza ki a szemetet, miatt kicsinálja magát. Nem valami játékszerűen jelölt hackereknek, vagy a tanulságot nézzen utána, miatt vásárolna valamit.
Russell erre azt írta nekik, az a tény, hogy nem tudják megjavítani, bizonyítja, hogy maguk egy rakás inkompetens Schwindler. Mindegy, mi majd megjavítjuk, elveszett, vagy elmondom, mindent árulunk, mekkora egy szar. Ja, most megfenyegette őket, hogy el fogja mondani, hogy mekkora egy kula egy cég ez. Igen, jó, ezek pedig itt már semmi. Csak spam. És ez a hacker szék. Ezt túl lehet-e terhelni? És hogyha szétverném, lőném. Az eszköz nincs használatban, értem. Hát... hacker szék, beszarsz. Nem lehet, hogy a kocsi hátuljában van valami? Istenem. Az elejében. És ha beülnék. Nem vágom. Ott van valaki, akit ki kell... tehát amit meg kellett volna néznem, többször megtettem már, és hát még mindig nem. Nagy kaliberű golyók ütötték át. Hamutartó. Mit tehetnék vele? Ki is van lootolva. Nem mehetek be. Ha valaki látja, ha valaki érti, hogy mit akarnak itt most tőlünk, akkor nyugodtan mondja meg. Én ezt frankon nem értelmezem. Nem értem. Várj, ott mi van? Semmi. Kutasd át a területet. Ájjájjáj. Ez mondjuk egy egész szép kép, amit itt meg lehet pillantani, hogyha az ember szereti az ilyen hölgyeket. Emlékeim szerint valahol a hátsó udvarból kell, hogy előjöjjön. De már előjött a csávó, már elintéztem. Csak annyi volt, hogy... nézd meg, itt volt bent a garázsban. A kiberpszichót elkaptuk. Innen jött elő, és itt van. Elrejtőztem, láthatatlanba átmentem, elkaptam, és semlegesítettem. Látod, még jól van, csak ki van ütve. Köszi, Highfaltor. Tehát ki van ütve, csak most már az a kérdés, hogy mit akarnak még. Utasd át a területet, gyűjts információkat. Mit nézzek még jobban át? Már a gépet is feltörtem, megtudtam, hogy szar. Hacker széket vett, ami egy őskövület volt. Válaszolni kell talán SMS-ben? Nem, azt mondja, hogy jobbra írja, kutasd át a területet, gyűjts információkat. Nézzük meg, hol van... Hogy hívták Regina-t, a Vagina-t, mindjárt mondom. Ja, aj, nézd meg, hát nem elnyomja! Jó Isten! A legtetejére kell felmenni. Csak már annyit beszélgettünk vele. Nem, ez még nem lehet neki válaszolni, mintha még nem érteném, hogy mi történt itt, miközben már értem. Itt tegyek még. Néha a hullákban vannak szilánkok. De már a hullákat is átnéztük. Griffin drónok. Hát egy kocsikat akarja, hogy átnézzem, vagy... Jaj, mennyi időpocsékolás! Mennyi időpocsékolás zajlik éppen. Pedig muszáj megtenni, mert később nem jövünk már ide-vissza. Feltételezem, ha a játék nem akarja, persze. Ezt a kilövöd, akkor rá célolsz, pedig most támogatóban van. Aha. Miért jött ide ehhez? Semmi extra. Nem akarom megölni a csávót. Csak azért, hogy legyen valami. A házban nem tudtunk bemenni, nem? Mert tetőről lehet valahonnan. Ugorjunk fel erre az abroncs... Milyen vékony már ez az abroncs bigyó. Semmi bejárat nincs a tetőről a ház részében. Próbáld meg körbejárni kidőlt embereket, hát csak nem adta be a szilánk lootolási lehetőséget. Mi?
Egyre ide nincs értelme, Russell teljesen megőrült, itt nem biztonságos. Próbálok megérteni, tudom, hogy mi mindenre ment keresztül, le is adtam a fiunkat. Le is szittem a fiunkat, amiért olyan önző, hogy próbált elmenekülni. Most már tudom, hogy igaza volt, menekülés az egyetlen út. Már nem is lehet Russell-el úgy beszélni, mint egy normális emberrel. A múlt héten új aknákat rakott le, elfelejtett szólni róluk. Egy rosszabb tépek, és nekem annyi lett volna. Ez a ház már inkább egy börtönre kezd hasonlítani, de a börtönben legalább tudja az emberlány, hogy mire számíthat, de itt... Frankón az volt, hogy harmadikra adta be, látod? Többször jártam már ennél a hullánál, és még mindig nem akarta. Na jó, köszönöm szépen amúgy, nagyon kedves tőletek, hogy segítettetek ezt megoldani, én nem vágom, hogy miért így. Ó, és tényleg hol van az a kocsi, amit hoztam ide, mert volt egy elég menő autóm. Köszi Zsolc, köszi, köszi. Szkennelve minden, meg vagyunk már, meg vagyunk. Na, a következő állomás a sivatagban. Dakota Smith. Itt van valami mellékes meló. Csak a segénél lehetett kiúzni a szilánkot, mert rossz helyre tette. Ez tök király, nézd meg, hogy itt többféle ilyen hőerőmű, de a szélerőmű is van. Szerintem azok a jobb oldalon, ezek szét lettek már hajtogatva, látod? A normálisak, ezek úgy néznek ki, mint ezek a karikákban működők. Na, ide írom. Night City 1.2-es. 1,2 kilométer talán. De menő ez a hely. Nagyon wow, nagyon tetszik. Az egész játék valami zseni. Élményben is mindenben. Tök sajnálom, hogy Csabának nem tetszik, tegnap úgy leszarozta. Mondjuk neki évente egy játék tetszik, az igaz, de... De valamiért mindig úgy sajnálom, hogyha valamit próbálok prezentálni, és én tökre élem, aztán másoknak meg nem annyira. 425 méter, 400 méter. Mindjárt ott vagyunk egy mellékküldinél. Mi ez a hely? Az mi, ami ott megy? Csak úgy elszálltak. Megöltek mindenkit és elrepültek. Az igen. Fegyverbe meló követése. Kutasd át a forgatási helyszínt. Ezek szerint ezek forgattak valamit itt elég rendesen. Arra szak a vegyvédelmi, én többet nem veszek olyat fel. Nem, nem. Én itt nem veszek fel semmit, elegem van. 167 dollárért le lehet adni, jó, felvesszük azt. Tehát kijöttek ide forgatni, de mit csinál? Új reklámforgatás, vidéki gyönyör. Ihlesd meg a várost, élvezd a vidéket. Tudom, hogy rengeteg visszajelzést kaptunk a Sudo új reklámkampányát illetően, de szeretnének emlékeztetni titeket, hogy ez volt az ügyfél döntése. És bár talán nem értünk egyet vele, mégis tiszteletben kell tartanunk. A kampány mögött a Sudo új kreatív igazgatója és a vállalat elnökének fia, Michael Koch áll. Az alábbiakban mellékelem Mr. Koch nyilatkozatát, és kérem, hogy ezúttal tartózkodjatok a kéretlen megjegyzésektől. A Sudo vidéki gyönyör kampányával meg akarjuk mutatni... Gyönyör kampány? Vagy vidéki gyönyör kampány? Szerintem vidéki gyönyör kampány. Ja. Meg akarjuk mutatni, hogy az exkluzív vállalati viselet nem szükséges kizárólag az elegáns megjelenésnek meghatározni, hanem a kényelmi szempont lehet. A fókuszkutatás során az derült ki, hogy vásárlóinknak és potenciális vásárlóinknak tetszik az elképzelés, hogy a belvárosi irodáikból és luxus lakásaikból anélkül látogathatnának el a nyaraló övezeti villáikba, hogy ez át kellene öltözniük, vagy újra át kellene gondolniuk a ruhatárukat. Tehát ez az, a kapott utasítások szerint kell dolgoznunk, ami az új reklámforgatókönyvet illeti, maradunk a régi modellautóval formátumnál, de luxus autó vagy limuzin helyett egy Thornton Colby Butt lesz, aha. Furgon a vidéki és falusi életmód jól bevált szimbóluma, a cél, hogy megragadjuk a dolog zsenialitását a maga egyszerűségében, mivel a forgatás most veszélyesebb területen lesz a régi versenypályához közel. Próbáltam intézni mindenki számára egy egynapos traumatim biztosítást. Ha bármi történne, fedezve vagytok, de ha bárkinek van saját lőfegyvere, azt tanácsolom, hozza magával minden esetre. Sok szerencsét odakint élvezik a forgatást, számítok a lángelmétekre, hogy megtaláljátok és megragadjátok ezt a vidéki gyönyört, amit Mr. Koch elképzelt. Clint Walter. Your choice marketing ügynökség. Ezeket annyira bírom, ezeket a céges leveleken. Kimegyünk, számítok arra, hogy mindenki a lehető legjobb formáját hozza, legyetek kreatívak, fogjatok össze, dolgozzatok csapatban, és hajrá! Meg a seggem az, úgy de nem mennék vissza egy ilyen,
egy ilyen vállalati környezetbe dolgozni. Tehát most felvettük ezt az autót, ugye? Ami a vidéki életnek a... Várjál, felhívjuk itt a pennemet közben. Vagy nem? Nem. Várj, minek jöttem ki ide? Állj! De kórház? Kérdezi Giver. Nem tudom, mit kérdezel? Nagy olvadás? Hová vezetnek a koordináták? Mechanikus lány, találkozz Gyurival, halálos iram? Melyik misszió? Meló a mestermű, menjen a műhelybe. Lehet, hogy ez csak ennyi lett volna, amit csináltunk? Oha. Badlands, a nagy olvadás. Meló követése. 3,1 kilométer a Badlandsben. A nagy patikába. Jó messzire megyünk. Ez tényleg ennyi volt ez az egész küldi itt? Hogy felvegyem ezt az autót, aztán visszlát. Na álljunk már meg, hát azért nem menjünk már el. Hát nézd meg, itt még vannak házak, amiket csak át lehetne nézni. Hátrafele ugrok, mint egy csicska. Nagyon gyorsan szaladok. Szélvész kint a sivatagban. Többen már tornádót véltek kiáltani. Hát kajak nincs semmi. Ki az, aki érti ezt? Ezzel is mehetnék? Semmi nincs benne. Mindenkit lemészároltak. Felvettem a kocsit és csá. Kaptál egy ingyen autót és nem is örülsz neki. De úgy érted, hogy ez mostantól csak az enyém is hívható állapotban van? Szálljunk ki. Tényleg hívhatom. Ja, hogy ez mostantól akkor az enyém. Na nem mondod. Akkor ez volt a küldi lényege, hogy megkapod. Nem csak az, hogy jó, köszi. Köszi, Zoltán Hirsz. Nem tudtam értelmezni, hogy most mi abban a nagy szám, hogy felvettem itt egy autót. Jó, hát akkor ezzel rongyolunk szépen. Amúgy ritka ronda autó ez is. Hogy néz ki belülről? Kata nagyon szeretné látni. Amúgy menőn néz ki. De a másik Thornton azt szerintem az menőbb volt, mint ez. Ez loot, aha. Igen. 2,5 kilométerre megyünk 138-al. Rocky Ridge-nél vagyunk már is. Ez snasz. Ugyat az a snasz. Az valami negatív jelző tudomásom szerint, de hogy a pontos jelentése mi a fene lehet. Olyan még nem volt ebben a játékban, hogy ilyen hosszan lehetett menni benne egyenesen. Látszik, hogy tényleg kiértünk a városból. Van a sebességmérője belülről? Nem tudom, és lejtő még gyorsabb. Ott fent, nézd, ott írja, hogy 136. 129. Vörös csúcsok területére léptünk be időközben. Ott fent írja. Durva, hogy nem lehet feljebb váltani, és folyamatosan így erőlködik a motor. Nagyon aprón, de oda kiírták, igen. Időben észrevettem a kanyart, hogy közeledik. 1,1 kilométerre vagyunk már csak. Hát ez hatalmas ez a hely, ez pedig egy szeméttelep. Wow. CHOOH2-es. Ez... Az minek volt a képlete? Az tök rémlik. Nem ammónia, mi a fene volt az? Oh, itt volt valami rablás balra. CHOOH2. Ami ilyen hidroxid. De szép autód van. Azt a mindenki, ez a quadra, ez nagyon menő. Mutasd, hányan vagytok? Meddig lesz még stream? 0 óra 37, akkor egy órát még. E9. 1C, 1C. Így. Megyünk már is. Rápingelni ezekre a csicskákra. Oh, fuck me. Nem mindig egyszerű a dolog. Valaki észrevet jobbról. Vagy kezd észrevenni minket. Ha.
Ha látom már, hogy hányan vannak, ez kap egy rövid záratot. Az ott akár meg is fertőzhetné a többit. Meg túl melegedik. Nem kapja a többi a fertőzést? Nem, túl messze vannak mi? Aha. Ahogy valaki az ablakon keresztül gyilkolja meg őket. Ez egy rablás? Ez egy boltelen elkövetett rablás? Szerintem igen. Pultos gyerek azt mondja, hogy én most megölöm magam, nem baj? Én meg azt mondom, hogy nem, hogy semmi, persze. Jedd ezt meg. What the hell? Olyat nem lehetett volna, hogy megragadom? Azt nem egészen értem, hogy miért nem lehetett. Ne öld meg a pultos gyereket! Akkor rövid záratot kapsz te is szerintem inkább. Miért nem engedte, hogy megragadjam? Ez furi volt, hogy nem hagyta. Snasz, jelentése szegényes, elhanyagolt. Áááá, és ez külsődlegesen? Semminek. Ez csak a Cyberpunkban van, micsoda? CHOOH2. Micsoda? Tisztában ég, mint a gázolaj, meg a dízel. Aha, de mérgező a maga, az üzemanyag. És csak itt létezik. Pedig azt hittem, hogy annak idején még ismerem valahonnan. Harmadik motor a hónapban nem lehet véletlen. Hol tankoltál? A franc köze van ennek a dologhoz, áru, de hogy hol álltál meg tankolni? Na, a fickónál szemét lerakóna. Járj utána, hogy nem vízezi az üzemanyagot. Lehet, hogy az a baj. Oké, ott leszünk. Ez a barom egyenesen beismerte, mondja Merlin Logannek. Még maradunk, behajtjuk egy gyanútlan ügyfeleken. Ez első jó ötleted. És akkor tényleg idejöttek, aztán szétrabolták. Képzettség szilánkézi fegyverek, de jó. Ez olyan, hogy felveszed, akkor egyből jobban értesz majd a kézi fegyverekhez. Ezt meg már elolvastam. És akkor örül neki a csávó? Köszönöm, idegen, ez közel volt. Én is úgy látom. És lát egy kis pénz itt, valami pénzmag belül, vagy nem tudom, ilyesmi. Étel, árus, civil. Hát nem sokat kaptunk ebből a melóból. Na, azért valami mégiscsak összejött belőle. Például ezek a kocsik, ezek nagyon tetszenek. Ez is királyan néz ki, meg ez is. Mind a kettő úgy, ezek olyan, mint a homoki cápák, látod? A cápának az orra, meg az úszonyait hátul egyből eszébe jut az embernek. Nagyon menőn néz ki. Ó, és nézd meg, hogy nyílik a... Jesszusom, de király! Menjél oda bele! És ilyenkor lesz átlátszó a szélvédő. Na jó, egy ilyen autót szeretnék magamnak. Ez nagyon Mad Max. Milyen szar zenét hallgattok ti? Nincs ami jó zene ebben a játékban? Így, ez jó lesz, köszönöm. Wow! Nézd, milyen menő mindenhol. Ott kiírja, hogy melyik rádiót hallgatod. Fuck your family. Igen. Csináld fel a családodat. A Jig-Jig Street-en. Power Source. Wow! Nézd! Ki lehet kapcsolni a szélvédőt. Van egy jazz rádióállomás? Ezt hallgatjuk. Oh, nagyon jó ez az autó. Mostantól ezzel akarok játszani örökre. Nézd meg, hová vezetnek a koordináták. Jó, megyek. Én te kaptam olyan szar pirosat, miközben ezt is megkaphattam volna. Mi van, Takemura? Talán majd szaván fogom, most egyedül is elboldogok, eljön a maga ideje, és még mindig nem tudom, hogy helyesen tettük-e, hogy felfedtük magunkat Okádék Sunnak. Bizonyom olyan, mint a szaké, hidegen az igazi, és csak mértékkel. Mi van? Az öreg Okádék hirtelen nem egy vidám életnő? Nagymamámra emlékeztet. Szintén vidám, de képes rettegésben tartani a teljes környéket. Még az Oyabunt is. Na jó van, most mit csináljak, haver? Beijedtél, Takemura, beijedtél, vadbe. Úristen, de jó ez az autó! Hát már messziről dudálok, 400 méter ott van a küldetés.
Egy YouTube csatorna, ahol a játékok jellegzetes járműveit csinálják meg valóságban. Tényleg! Wow! Hatalmas szemétkupac, hamarosan ez lesz a bolygónk nagy részén, ha ilyen ütemben nyomatjuk ezt a kapitalizmust és a fogyasztói társadalom remekeit. Ú, de jó ez. És közben jazzzene szól a háttérben. Gyönyörű. Kapcsoljunk rá. Ó, hát hallod, még jön belőle a tűz. Megőrülsz. Lehet ilyen autót vásárolni? Mert én ezt most nagyon megvenném. 50 ezeret adok érte. Leszarom, hogy minden pénzem rámegy. Ez túl jó ez az autó ehhez, hogy itt hagyjam a sivatagban. Ezt hiszem magamban, és mostantól csak erre vigyázok. Kilőjük az űrbe a szemetet. Ja. Kinyitod. Oh. Look, a dog doll. Itt alig apró majom. Egy dolog, amiben olyan biztos vagyok, mint a nevemben. Nem szabad mások figójában turkálni. Jobb esetben csak egy üveg romlott tejet találsz, rosszabb esetben azonban. Ez Rage Bartmos. Mi az? Az a Bartmos, a Data Crash Rabbit Bartmos. A fickó, aki lezúzta az első netet. Hát nem is a nagybátyja, igen, ő az. Akit mindenki eltűnt neki. Ezt a pofát bárhol felismerném. 2020-ban az arc fentvirított minden körözési listán. Első számú közelenség, élve vagy holtan. Fél város a nyomában volt. Wow. Szegény párra itt végezte, mint egy döglött patkány a hűtőládában. Amíg az áramkörre el nem pukkant, ő pedig felengedett, mint egy darab hús. Wow. Hát Johnny, ez elég HC. Kb. 20 évvel ezelőtt a bűzből ítélve, hát én eddig bírtam, úgyhogy lépek. Várj, biztosan van itt bent valami kütyű. Első netes erekék, ilyen tranzisztoros szarok, vágod, azokat hiba lenne itt hagyni. Ó. Még ha vannak is, bizonyára használhatatlanok már, nem? Bizonyára, ebben nem lennék annyira biztos. Csak egyféleképp tudhatjuk meg, mondja. Johnny fiú, meggondolom. Persze, persze, zsáton akkor vinni kell, mert meg kell vennem azt a kocsit. Mindjárt benézek, nyugi. Dexter the Sean. A B-terv... Dexter itt halt meg. Innen másztam elő. Wow! Kinyitom. Igaz, hogy már ki volt nyitva, de én akartam kinyitni. És mit vehetek fel belőle? Várjál már. Ne mász fel, ne! No, wait! Szkenneld a fagyasztót, jó? SGI Tech gyártmányú Elizla. Legjobb kiberdek a kategóriájában. Látod, nem árt néha az emberek kicsit bepiszkolni a kezét. Az a gondolkodom, az a figura az Afterlife-ban, a Nix nevű. Úgy nézett ki, mint aki ért a régi kütyükhöz. Csörög rá, ki tudja, hogy mi lesz. Talán leesik belőle valami. Oké, hívjuk fel. Kicsodát? Nix-et? De felhívhatom őt innen, amúgy? Menj már. Vedd el a decket először, jó. Bezárjuk. Érdekes, ez angolul maradt ez a close parancs. És láttad? Itt el lehet venni ezt a B-terv nevű impulzus pisztolyt. Persze, hogy elveszem. Dexternek a teste itt fog kint rothadni. Te szarházi, te lőttél fejbe, te csíra. De a szemet kilövöm. Te mocskos. Hát hogy átvert már bennünket amúgy? Úgy akarta volna megoldani a végén a problémát, hogy megszabadult tőlünk. Te szar. Ilyet is tudok most már csinálni. Vagy eddig is így nyomtam? Ez de király, ez a nanoszál, ez nagyon tetszik nekem ez a fegyver. Na figyeljetek.
Menjen az Afterlife-ba és beszélj Nix-el. Akkor nem is kell felhívnom, hanem értem. Mi van Julie-val? Mit akar tőlem Julie? Hogy mennek a dolgok? Megtaláltad már a Voodoo Boys fiúkat? Csak lassan. Csak lassan. Hát állandóan mindenki is. Ez az a kocsi. Eladó kis összvér, Thornton Colby. Nem, nem. Nem ez lesz az hiányzó drónok, a szabotőr ügynök. Ezt megcsináltam szerintem. De akkor te üzenetek, jó, mehetünk. Ú, de király ez az autó, nézd, hátrafelé nyílik a... Fú, de jó ez. Na, let's go. Hol a következő küldetésünk? Lehet, hogy megcsináltunk minden... Nem, itt van még egy kiberpszichó, jó messzire. Ezzel a kocsival bárhová el fogok menni. És nagyon szívesen teszem. Még akkor is, hogyha egy kicsit megtöröm az oldalát. 100 méterre van a kocsi, ami az enyém ténylegesen, és nem ez. Itt akkor megcsináltam mindent, ugye? Ezt egy kicsit megtörtem, mondjuk. Menjünk a másikkal inkább. Ú, te még választani... De hogy fogsz átmászni ott? Még választani is lehet. Á, beszarsz. Mehetünk. Ezzel nem tudom, hova lehet, ne kérdezzétek. Elment magától. 2,9 km, 0 óra 49 perc van közben. Milyen filmet nézünk ma este? Van már valakinek ötlete? Ha még nincs ötletetek, akkor szerzek valamit majd. Kikölcsönzök egy példányt, amit megnéztünk ma este a Discordon. Szerintem körülbelül fél órán belül már nézhetünk valamit. Akár nézhetünk ma valami nagyobb lélegzetvételűt is, hiszen péntek este van. Holnap akkor Indie Szombat keretein belül befejezzük a Mr. Prepper című játékot. Ti kik vagytok, ti csicskák? Ezek lakosok? Nem, ezek valami balhét csinálnak. Gyalogsági felderítők. Gyorsekkelés, szintet lépett. Mik voltak ezek? Neked reggel kelni kell? Oké, okay, semmi gáz, semmi gáz. Taktikai sisakok, szatarák. Nagyon, nagyon gyenge, nagyon szegényes és olcsó felszerelés volt rajtuk. Mehetnék a militeknek a kocsijával is. És akkor itt ez nem lehet, hogy elvezet minket ez a kanyar valahová. Aha, valami militek épületbe. Az nagyon könnyen meg lehet, hogy ez erre van kint. És lehet, hogy nem is fogok ide kijönni soha többé, hogyha most nem megyek fel arra. Felmegyek arra, megnézzük. Kíváncsi vagyok. Militek katonák álltak a sarkon, valamit őriznek. Időcsúszást mered ajánlani? Bármit nézhetünk, amihez csak kedvetek van. Az ammóniában van nitrogén, az nem csak ennyiből áll, most már rájöttem. Mit csinálnak ezek az emberek idefenn? A militeknek itt valami nagy balhéja van, és nézd meg mekkora oktáns drón van ott. Kap mindjárt egy olyan csicskítót. Először betörési protokollal látjuk el tömeges sebezhetősége véget. 55 7A, 55 BD. 55 7A, 55, nem jó. Abban nem lesz olyan, várjál. Milyen, hogyha azt mondanám, hogy... Nem. Mindenképpen kell egy 55, mielőtt oda bemegyek. Vagy kezdjük az 55 BD-től. 55 BD... 55... De hol találsz 7-es át? Itt. 55 BD... 55 7A... 55... Így már meg is van. Blues and Bullets! Nagyon szépen köszönöm neked a harmadik hónapodat. Hogy vagy? Mi a helyzet? De rendi vagy? Nagyon köszönöm a támogatást ezekben a rohadt nehéz időkben. Iszonyatosan sokat jelent, remélem tudod, nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon köszönöm neked. Ú, azon nem sebeztem sokat amúgy. Nagyon-nagyon sokat jelent, nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm.
Ez ide jön. Elment fölöttem. Nem vesz észre, mert googolok. Hú, haver, azt a nem jóján. Na most megkapta, Jézusom. És beleszállt. Wow. Mentés. Sikerült, elintéztem a drónt. És a militek csicskái pedig mostantól úgy döntenek, hogy öngyilkosok lesznek. Mi a fene ez a hely? Most meghalsz vagy sem? Fejbelőtte magát, oda megy át a fertőzés tovább. Nézzük meg, mennyire megy fel. Mit csinálnak itt? És ki az a nő, aki elszaladt? Hol szalad? Mutasd magad, mondják itt a csicskák? És a háttérben pedig... Nem tudom ki van, de felmelegítem. Itt a kihűlt szálakat. Mekkora drón ez te? Igazi militekes harci állat. Epikus tárgyösszetevők voltak benne, 4 darab. Riasztották az ellenséget? Mi? De hogy vannak riasztva? Ó, itt van már a nagy fegyverünk, a nagy benga. Nem lehet, hogy ez valamilyen... mivel, hogy nem annyira erőteljesek ezek a fegyverek, amiket itt felvehetünk. Ez ami riasztó rendszer? Hogy ez mondjuk a nomádnak valami kezdőküldetés témája, ami itt van bent. Ez mi? Poliamid, keverék, öltön, gyakó. Arrivált beszél... Mi 2520-at kaptunk egyből. Meg még 2000-et. Hát totál megérte ide eljönni. Hát annyi pénzt szedtünk itt hirtelen össze, egy 5000-est. Azt mondja, Colin, ott vagy már? Nem, még úton. Meddig várjak még? Türelem. Fiú, utolsó küldetés, utolsó szállítmány. Hamarosan itt hagyjuk Night City-t, mondja George Johansson. Colin Dodd azt mondja, remélem is, a búvaján várlak. Micsoda, már is? Nem bírtam már otthon ülni, mondja Colin. Hová jöttek ki? Milyen búvóhely? Elektromos gumibot és egyéb királyságok. Itt még lopunk némi pénzt. Tök menő, kijöttem a sivatagba és szétrabolok itt is minden. Azt hinné az ember, hogy itt a nagy büdös semmi, meg az üresség már. De hogy is? 55, 1C, 55, E9. És most néztük be, mert nem fogunk találni 7 át, sem E9-et. Az baj. Pedig elhittem, hogy erre jó lesz. És hogyha visszajönnék, akkor szar lenne? Igen, jó. 534 dollár. Sebészollók, csipeszek, eurodollárok, bakelit lemezek. Csak meg lett az extra 1000-es. Csak lehetett volna, gondolom, 1000 is. Meg még 500, tehát 1500. Jó, mehetünk. Mindent összeszedtem. Mindenki meghalt, mindenki rendben van rakva. Ezt nagyon vinném magammal. Majd nem lehet csinálni, hogy fogod ezt a fegyvert és berakod a csomagtartóba mondjuk. Nézd meg, mekkora volt ez a militek őrület. Wow. Búvóhely. És ide akartak volna elbújni, de vajon mi elől? Fú, nagyon király ez az egész. És ez a kocsi. Hát lenyűgöz ez a játék. Annyira be vagyok szippantva, hogy nem emlékszem utoljára, melyik játék szippantott be ilyen szinteken. És ezt nem lehet betenni? Várjál. De ne lefele dobd, haver... Ilyen menő csomagtartója van már. Na jó, csak zárd be. Mehetünk. Minden szempontból útra királyi kocsi ez. Egy hónap önkéntes elvonulást irányoztam elő a csatornáról. Miért, Bluesambulance? Ezt miért csináltad? Egy hónap önkéntes elvonulást. Mint példást, nem is értem. A több időt tervezel a Badlands-ben tölteni. Van egy autó, ami pont megfelel az igényednek, terepjáró Mizutani Sion. Üzemanyag zaváló szörnyeteknek tűnhet, át tud hajtani szögekkel, üvegcserepekkel teli mezőn. Frissen burkolt aszfalt lenne. Nem szívesen válok meg tőle, ilyen nomádok élete semmihez. Nem szabad ragaszkodnunk. Ez nem lehet, hogy állj meg. Ez az. Nem, ez egy Quadra, Type 66-os. Azt hittem már, hogy egy ilyet akar nekünk eladni.
vagy rajta gyorsan telik az idő, vagy nem volt az egy hónap. Én már régen nem láttam Blues and Bullets-t. Azt hittem, hogy lörgbe ment át néha. Megemlítettem tengeren való átkerést a horizontban, de kiismertem, nem engedte, hogy itt legyek. Jaj, már ugyan már. Nem volt semmi baj. Nem kellett volna ennyire véresen komolyan venni. Egy kicsit most már szarul néz ki az eleje, de nem baj, még az enyém. Még én vezetem. Ujj, egy támadás. Bocsánat, támadás van folyamatban ide lent. Itt a sátraknál. Micsodák. És mi lenne, hogyha úgy intézném el őket, hogy ő megöli magát? Az ott kap egy rövid záratot. Megtudták a pozíción. Annak lehetne egy túlmelegedése is. Az meg kap egy fertőzéses valamit. Az beleállt a tűzbe amúgy is, látjátok? Hát én nem csinálom, hogy el fog égni mindjárt. Jó, és akkor most lehet kitolni a rövid záratot, meg vagyunk, mehetünk be. Utcai hírnevünk a 44. szintre emelkedett ettől, egy bakrit lemez volt. Te majom, hát nem begyulladtam én is. Ez nagyon menősülétes puska, mekkora DPS-e van már. Ilyen ritkaságúak a hekkelései. Hát itt igazából nem beszéltünk ritkaságról. Ez gyakoriság már, mert folyamatosan csak ezt nyomom. Képzettség szilánk hideg vér. Ezt megtanulom. 3500-at kaptam. Ilyen képzettség szilánk... De várjál már. Ezt meg fel kéne vennem. Munkára bal péniszek. Felszólítás. De kardok készülnek, valamire állomás körül lógnak, biztos van valami melójuk, látni akarom, mi az, hát a szakítani tudunk valamit belőle. Menjetek oda, nézzétek meg, mi a helyzet, meg tudjátok, hívjatok fel, oké? Oké, szóval, hogy felvettem egy ilyen tanulási szilánk körületet. Most azt nem vágom, hogy van-e lehetőség arra, hogy talán a hátizsákban, nem tudom, valahol találjak még ilyeneket eltéve, amiket lehet, hogy csak felvettem, de nem tanultam meg. Akkumulátor nagy kapacitás, max töltés, töltés sebesség. Ez miféle kiberver mód akkumulátor? Titán bevonat növeli a páncélt 7%-kal. Vannak azért jó kemény cuccaink még. Gorilla kart is felvettünk már. Tök elképzelhető, hogy felvettem egy csomó. Most a hidegvér az egy statpont-e? Amúgy. A reál karakter. Nem. A hidegvér az lehet, hogy a higgadságon belül van valami, ugye? A hidegvér. Aha. Ezt ennek emelte ezt a képzettségfejlődés utalmát? Elképzelhető, hogy erre adott egy pontot itt lent. Persze lehet, hogy nem úgy van. Csak akkor meg nem tudom elképzelni, hogy akkor mi lehet. Ez a Dylan és a Mandy, amikor beszélnek, ugye? Vétel, milyen jelszó. Madarok csapatban repülnek, hibás jelszó. Mi van? Mondom, hibás a jelszó. Tudod, hogy kell játszani, vagy nem? Vagy tudod a jelszót, vagy nem? Mondja Dylan. És ha nem tudod a jelszót, ne is kezd bele. Jó van, oké. Jönnek az aldekáldók végre, meddig kell várni, mondja Dylan erre. Hát gondolom, hogy ha megjöttek az aldekáldók, akkor ezeknek most nem lett... te szarházi, hát megint begyulladtam. Nem lett nekik boldog a végük, ugye? Jó, a lootolás zajlik. Túl sok mindent cígölünk magunkkal. És ott fent. Ez mi? Ez az utolsó ember, aki még eldobott valamit. Nyugodj meg, Moki bot, nyugodj meg, te szemétláda. Mit csináltál már velünk? Ez hogy lehet, hogy nem halt meg? Már sikerült. Menjünk tovább. Hát tudjátok, nem akartam itt... Ez az ő kocsiuk. Ez egy G-rúj kocsi, de várj, ez totál más. És ez gyorsabb. Nézd csak, ez teljesen más ez a kettő. Igen, ez egy másik autó. Elsőre azt hittem, hogy az enyém, de nem. Kicsit vénább belülről. A másik magasabb kategóriát képvisel, de ez tényleg sokkal gyorsabb attól. Egymás mellé téve a két őrületes bringagépet, rájövök, hogy már megint nincsen hely a hátizsákomban, mert annyi minden baromságot cígülök magamban, csak fel tudok venni. Amit csak el tudtok képzelni, az nálam van a táskámban. Amit nem tudtok elképzelni, az is nálam van a táskámban. Azt elképzelni más.
Ezekből tényleg ki kéne tennem egy csomót, úgyse fogom őket használni. Tudod, van otthon egy ilyen fal, amire fel lehet szerelni a dolgokat, na azt kellene használatba venni most már. Hát ez sokkal kisebb. Ez nem az a... Nem, ez meg valami quartz sidewinder. Lehet, hogy winder? Ki tudja, lehet, hogy sidewinder. Fene se tudja, hogy hogyan ejtik ezek a furcsa britek ezeket a dolgokat. Egész pofán sárgány, ja, de nekem ez a nagyobb, ez jobban tetszik. Ez. Csak szar benne a zene, mindjárt megállítom. Jó hallom, igen. Ilyen diumdisú. Valami rock rádió mehet. Na ezt már szeretem, mehetünk. Ó, ott nem lehet áttörni. Átvágunk a sivatagon most. Wow. Shit. Megy ez még. Fel kell. Az utolsó pillanatban. Miután a bíró tizet számolt rá. Kocsi hátulja rejtekely. Mindben ugyanaz lesz, amit oda beraksz. Tényleg? Az a baj, hogy ez nem az enyém, úgyhogy hiába rakosgatok bele bármit, tudod. Egy kilométerre vagyunk a felfedezetlen valamitől. Egy kiberpszichót fogunk ott semlegesíteni. Úgy látszik, hogy le kell kanyarodnom valamiért. A magyar Joe 1989. Köszönöm a követést, itt nálunk a vészkorusban, ne felejtsd el a jelmondatunkat, ha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Veletek mi van? Ezek kicsodák? Gyalogsági felderítők a militektől, és kik vannak a földön? Elfogtak valami pánkokat, oké, minden oké. Szevasz, magyar Joe! Joy. Úgy lett, zenénésekben vagyunk közben, miközben rójuk a sivatag utcáit, vagy nem tudom mik ezek útjait. Néha keresztül vágunk itt a bokrokon, egy kicsit pattogjon is már ez a szitu. Levágtuk ezt a nagy kanyart, megérkeztem. Ilyen militekes csicskák vannak. Jóó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 
Halálok, találd meg a kiberpszichót, rámentek egyszer. Ott van, halálok a mesterlövész puskára utaló lőcseb. Ez akkor rohadt messze lesz. Mesterlövész puska. Mondja Iron Maiden 1606. De figyelj már, Iron Maiden. Neked vannak azért ilyen problémáid, nem? Egy kicsit úgy érzem. Johnny kocsiját imádom, végtelen tárhely van benne. De ne áruld már el, hogy Johnnynak kocsija van. Jaj, hát az első végigjátszásom. Hát Johnnynak a kocsiját is meg lehet szerezni. Mekkora izék vagytok ti? Ah, fuck me. Kicsit most szomorú lettem. Tök elhittem, hogy Johnnynak nem lesz majd ilyen dolga. Nézd meg, akkor keréknyomok erre vezetnek. Első végigjátszásom, és itt már elmondanak nekem mindent. Anyugi, nem te vagy ám az első. Losen Bullets, köszönöm szépen Mosléknak, Levi, Gempának, Jokinak, Sárkány Rolandnak és Kriminál Hunnak ajándékoztál egyet subgiftet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a támogatást. Igazán köszönöm, nagyon kedves, és remélem, hogy tényleg nem mentél falnak ettől a dologtól a múltkor. Követjük a nyomokat közmét a sivatagban, hogy lenyomozzuk azt a snipert, aki itt írtogatja az embereket, és szerintem hamarosan én is fogok kapni egy halálos lövést tőle, ha így folytatjuk. Ott is vannak valami nyomok. Keréknyomok, friss nyomok egy kis terautótól. Tényleg nagyon köszönöm, iszonyatosan hálás vagyok, ez nagyon-nagyon sokat jelent ám, főleg most, amikor az ember azt se tudja, hogy hogyan tudja fenntartani a csatornát a következő hónapokban. Köszönöm szépen. Van egy festmény. Ki itt volna? A Voodoo Boys bandával van összefüggés, ott van fent a csávó. Az bajos. Nagyon szépen köszönöm neked. Hát most nyilván nem kell összefosnom magam egy kiberpszichótól, ami ott van a másik oldalon.
de kicsit össze kell. Ez mi? Aha, jó, sorozatlövő a dolog. Akkor egy kicsit összefossuk magunkat és próbáljuk újra. Hát én is nagyon remélem, mert most aztán olyan baromságok derülnek ki, annyira élhetetlen szituációkba fut bele az ember, amik, hogy mondjam, amikről nem is tehetsz. Tehát gyakorlatilag nem tehetsz vele semmit, nem tehetsz ellene semmit. Ilyenek például, ilyenekre kell gondolni az adózással kapcsolatban, a katának a szétverése, az, hogy a Twitch belengedte előttünk, hogy havonta $200 fog majd a hirdetésekből adni a streamereknek. Persze kiderült közben, hogy jaj, fog ez adni, csak Amerikában, tudod, meg valami olyan régióban. Nálunk itt Magyarországon adott 7 perc reklámot akarnak 150 órán keresztül sugározni óránként. 7 perc reklámot, és $50 adnak. Tehát, hogy olyan visszaesésekben vagyunk így ezek miatt a dolgok miatt, hogy nem tudok egyszer mit mondani rá. Ja, a helyzet, úgy hallottam, valami riadó volt, vagy ilyesmi. Ne tépte a karomat, aprítsátok darabokra egy macsétával, mondja Joel Lee. Ha vele kell nyugodnod, de mint hogyha nem kapnám úgy egy szép új Chrome kart, mondja Lukasz neki. Te meg majd kapsz egy szép új Chrome péniszt, azt akarom, hogy túrjátok fel az egész rohadt Badlands. Találjátok meg ezt a köcsögöt, csináljátok ki, mondja Joel Lee. Lukasz mondja, persze, megtaláljuk, azt hittem valami ártalmatlan idióta. Dühöngő pszichopata ez, arról motyogott valamit, áldozatok kellnek a Leónak, mi? Loának, nem tudom minek. Áldozatok kellnek a lovának? Elvezesse szent helyre. Oké, okay, pillanatok alatt a föld alá tesszük, mondja erre Lukasz. Darabjátok föl, valami egyházat alapít itt nekünk. Ezek nagyon beszartak tőle. Milyen festmény ez? Hitte volna, hogy a Voodoo Boys itt nyom... Au! Te seggfej! Olyat égetett rajtam, hadd alig bírom kihílálni. Mi ez te? Cyberpunkot streamelsz, akkor nem kell a szobafűtéssel törődni télen. Hát, ja, van benne valami. Figyelj, nálam is van egyébként sniper. Tehát megjátszhatjuk ezt így is. Hogyha arról van szó, hogy sniper harcok, megcsinálhatjuk. 241 kiló. Hogy lett közben ilyen sok minden? Mit vettem fel? Vagy itt most nem... Uh-huh. Egy nekomotát kaptam abból a csajból szerintem. Az rohadt nehéz fegyver. És ott áll. Jó. Amit szeretnék, az az, hogy fogyóeszközökből nyomjunk egy kis mozgás is ebbe. Fegyverpontosságot, igen, ez lesz az egyik, amit benyomunk. És kell valami healing, ez például a burító. Mi van még? Minden más megvan. Ami fontos, azt magunkba nyomtuk. Nem megy a healing? Ja, hogy harcban nem megy feljebb a HP? Oké, okay. Akkor keressük meg a módját annak, hogy mit csináljunk innen, vagy mit tehetnénk innen. De nehéz odáig ellátni. Nagyon rángatja ez a sniper. Ez egy 66-os lövés volt. 63-as. Oké, egy kicsit keményebbet vert. És milyen, hogyha amúgy ez a Twitch egyik kezével ad a másikkal elveszít. Értem, hogy itt EU-ban kicsit olcsóbb lett a fizetés az a szubba, akkor a streamert is nézhetni itt a jövedelemhez képest több legyen neki úgymond. Hát Magnum Bajusz, az a baj, hogy ez nem így megy. Ők a felét elveszik, és iszonyat dolgok működnek. Tegnap volt egy levelezésem a supporttal, de olyan dolgokat tudtam meghallani, hogy inkább nem is mondom. Nem, ezeket nem lehet kikotyogni, beszarsz egyszerűen. Beszarsz rajtuk. Megindulok láthatatlanul. 3, 2, 1, oké, okay. Jók vagyunk. De most nem lát, nem láthat. Jó, sikeresen elértünk idáig. Menteni nem lehet, mert harcban vagyok. Azt a büdös mindenit. Átlövi a sziklát a csávó. Hát erre kettőt teszem. Nem veszel észre. Szerintem észrevennem, hogy merre van. Ott van, végre.
mert a betörési protokoll sebezhetőséget kell ráraknunk. E9551C7A. E9551C7A. Eddig jó. Most megy neki egy... Hát öngyilkosságot nem rakok rá, pedig rakhatnék. Kapott egy menő túlmelegítést is a rövid zárlat mellé. Megpróbálja feltárni a pozíciómat, de addigra már rendesen elkezd égni. A gyorsekkel is tapasztalatom nagyban növekszik. Mehet még egy rövid zár. Ugye ez még nem öli meg. Nem tudom, hogy merre, vagy nem tudom, hogy hol. Túlmelegítés megy megint. Túlmelegítésre kell elintéznem a végére. Megvan. Semlegesítsd a fenyegét. Na hát ez mekkora király volt már, hogy a snipert távolról elintéztük a... Ez egy akna. Elintéztük a túlmelegítéssel, ami nem halálos. És nézd, úgy oldotta meg magának, hogy ide még szét is aknázta ezt a tornyot, amire felmászott. Engine. Nagyon köszönöm neked, nagyon köszönöm azt a 20 dollár, Jézus Isten. Köszönöm neked, nagyon-nagyon sokat számít és nagyon sokat jelent, hogy egyszerűen itt nagyon pitiánernek tűnő dolgokról is van szó. Tehát, hogy érted, mai világban már az áramnak tehát, hogy már a villanyszámlát kifizesnál, az is egy ilyen agyrém. És ráadásul itt olyan játékokat dobálózunk, amik 25-30 ezer forintok. Ettől mentem meg mostanság egy kicsit, mert elkezdtem azt érezni, hogy iszonyat pénzeket költünk el. Gyakorlatilag, és... Mi az egy... Na hát ide is aknázott a csávó. És hogy egyre csak többe, meg többe kerül minden. És hogy erről senki nem tehet, aki itt van, és... tehát, hogy sem a streamer, sem a nézők, tudod. És semmit nem tehetünk ellene, és iszonyatosan megnyomja az embernek a lelki világát. Ez az egész dolog. Látni azt, hogy a közhangulat hogyan alakul. Tehát a chat, tehát nem csak itt nálunk a cseten, hanem másoknál is, hogy az emberek szét vannak szivatva, és... Olyan sok dolgot tudnék mondani, hogy inkább tényleg az ember bele sem megy. Morálisan az ország állapotában. Három gyerek után, 39-es videókari után jár több olcsó áram. Hát figyelj. Három gyerek. Ha valakinek van hozzá ingere, hogy ennyit összehozzon, hát nyomja meg. Hajrá neki. Megcsináltam ezt itt, vagy lehet, hogy telefonálnom kell valakinek miatta. Regina-nak például. Később találkozunk. Ne feledje, Via, sajtó hazudik. Jó. Egy üzenetet akartam volna neki írni erről, hogy mi történt itt a sivatagban. Kiütöttem, húzós múltja lehetett, még én sem találkoztam senkivel ennyire paranoiás a biztonságra. Megpróbált saját jéggel kolni, áramszünetet sikerült előidézni, a család benézhetett hozzá, védelmi rendszer pont akkor aktiválódott, nem csoda, hogy megbudjant, nehéz a szúr egyenesbe hozni. Ja, ez volt az előző kiberpszichó. Aha. Néma öreg vándorol Badlands-en, hullák kísérik, amerre jár. Aha, akkor itt még ezt nem csináltuk meg. Itt még van dolgom szerintem ezzel a kiberpszichóval. Lehet, hogy nem néztem át eléggé a helyszínt. Most kaptuk meg a másikért a pénzt. Köszönöm neked is, Ferhant, a 16. hónapot. Szevasz, jó estét kívánok. Nem fogjuk megkapni az EU-s pénzeket sem. Jó világ lesz, de meg is érdemeljük, ez a nagy büdös igazság, én úgy érzem. Az, hogy az emberek uniós állampolgárként megérdemelnék, hogy hozzájuthassanak azokhoz a akármilyen, tehát mondjuk úgy, hogy életszínvonalbeli javuláshoz, amit azok által a pénzek által kellene egy normális országban elérni, de az, hogy amennyit ezek szarrá sikasztottak belőle, meg minden, nem akarok tényleg politizálni sem, hát mindenki tudja, hogy mi a helyzet. Hát
Értitek, nem kell ezt túlmagyarázni, de megérdemlik, hogy ne pénzeljék őket tovább. Mert az a nagy igazság, hogy őket, érted? Tehát, hogy őket pénzeli az Unió, és nem pedig az embereket. És ebben viszont az ellenzéknek rohadt nagy igazságot tudok adni, hogy akik azt mondják, hogy inkább az önkormányzatoknak kellene szétosztani, vagy az embereknek közvetlenül, tudod? Tehát még az is egy jobb dolog lenne, mint hogyha ezek valamire rátennék a mancsukat. Hol van a kocsink? Merre állunk? Valami fénynevű szilánk volt. Ja, hogy olvassunk el egy szilánkot, azt mondod a naplóban, kutassuk ki. Megnézzük, jó. A leltárban van elméletileg a hátizsák. Várjál, ilyenkor nyomsz egy eszképet, meg még egyet. Szilánkok. Night City lakói. Hát ez... ilyenkor megkeresni. Költészet is van, aha. Vallás és filozófia, elküldetlen üzenet. Puh, az ember ezeket megtalálja, tudod. És már iszonyat sok mindent elolvastunk, látjátok? Az archivált beszélgetéseket is végig szoktuk olvasni. Köszönöm szépen még egyszer Ferhantnak is, és mindenkinek, aki a mai stream alatt is támogatta a csatornát, és annak fennmaradtát. Nagyon-nagyon remélem, hogy minden rendben lesz. Az ember szeretné legálisan intézni az egészet, tudod, és úgy, hogy soha ne legyen baja, de annyi meg annyi gáncsolás megy, és nem csak az országos szinten, a Twitch szintjén is működik ugyanez, és itt nem feltétlenül csak a hirdetésekre gondolok. Egyszerűen az a platform, amin vagyunk most, tegnap óta kicsit más szemmel nézek rá, de nincs alternatíva, ahol lehetne menni, úgyhogy teljesen mindegy, beszélgetni is kár. Erről. Az irodalom az nem, a szórólapok nem azok, vallás, filozófia nem, költészet nem. Hol? Kiberpszichó? Na, az lehet. Kiberpszichóknál kellene. Ne gyere, itt az idő, blablabla. Bla, bla. Ezeket minden olvassuk, nem, akkor nem itt vannak. Második esélyek, aha. Meló frissítve. Lehet, hogy pont ráhibáztam és véletlenül rákatintottam és elolvastuk. Nézzük meg még egyszer a Jainát. Üzenetek megnyitása. Második esélyek. Na itt van, sikerült ártalmatlanná tennem az emberünket, neve Zion Wild. Volt néhány lerobbant katonai harci implantja, áldozatait a Raffensív soraiból szedte, Loa istenek utat nyissanak neki a Szent Királyságban. Nem tudom, hogy túl keményen imádkozott-e, vagy csak a megégett áramkörei zinálták össze a gondolatait, de valami komolyan elromlott a fejében. Talán te többet kinyomozhatsz, oké. Okay. Rákerestem a nevére, de csak a hadműveletek listán jött fel, amelyikben részt vett. Mielőtt eltűnt volna a radarról. Csak egy alkalommal tűnt fel megint, amikor levizelte a városházát. Végül valahol Pacifikában landolt, ilyen-olyan melókat csinált régi háborús szimboláinak. Megtérésnek nemrégiben kellett megtörténnie. Jó, meg is kaptuk érte a zsetont. Nagyszerű. És már csak egy melónk maradt idekint. Szerintem más nem fogunk találni. Úgy lett, ahogy akartátok, és tényleg befejeztük itt a Badlands Bailey küldetéseinket, amiket most értünk el, tehát gondolom, hogy később nem feltétlenül jöhetünk volna ide vissza. Szintet is léptem? Nem. Lehet, hogy később vagy eltűntek volna ezek, vagy pedig lehet, hogy később majd még ez hozzáadódik, amit itt el lehet érni. Ja, hát Iron Guard, kár szót fecsérelni. Erre, hogy mi lesz, meg mi nem lesz, meg hogy lesz, teljesen felesleges. Kihívom ide a kocsimat szerintem, vagy a motoromat, vagy valamimet. A motorral a homok buckák között egy kicsit szomorú lesz majd a haladás. Lehet, hogy dobálnak majd minket jobbra, meg balra, de igyekszünk. Új meló, Dakota Smith-től. Szükségem van rád, melóhoz, neked is kell az adrenalin löket. Ezek még aknák? Badlandsben van egy aknamező, közepén áll egy kocsi, szerezd meg nekem. Wow. Felrobbanás esélye nem nulla, de lássuk be egész szélet egy nagy aknamező, nem részletek csatolva. Álljunk csak meg. Aha, és ezeket ki lehet kapcsolni? Hatástalanítani távolról, igen. Jó, nem kellnek az információk, egyszerűen csak erre felé fogunk megindulni, F5 mentés. Vajon mennyire közelről aktiválja magát? És az miféle? Az mi?
Griffin drón. Hát az kapja a rövid záratot már is. Azt hittem, hogy rá fog esni egy aknára, de nem. És a kocsi az... De még van rabom, még nyomhatjuk. Ott az autó, már látom. Vajon a drónok rám jönnek, hogyha elviszem a kocsit? Ez érdekes kis misszió, vajon mit csinál egy vandál, vagy egy egyéb karakter, aminek nincs nagyon lehetősége a hackkelésekre? Valaki eljutott idáig, aztán meghalt. Nagy kaliberű lövedékektől származó bemeneti sebek. Pszichoaktív anyag a vérben. Aha. Ez a gecko, értem. Tehát, hogy valaki leszett a sniperrel, de hogy történhetett ez, hogy... Nem lehet, hogy a drón szedte le? Amelyik ott megy például? És a szarta az akna, hogy ráesett egy ilyen... Nem lehet ezeket megfertőzni? Nem igazán mi. Publikus miért csalódtál Twitchben ma? Nem, ezekről senki nem beszél. Lehet, hogy más nagyobb streamerek már régóta tudatában voltak ennek a dolognak. De senki nem reklámozza azt, ami, azt hogyha ezt tudja. Na. Ez kemény. Még egy nyomja ki azt hitte, hogy a sors rámosolygott, mi? A célbetkósba a kancs. Aztán mosolygott, amikor túllőtte magát. Ez egy utalom a Maelstrom készítenének megdézsmálásáért. A legerősebb szar a piacon. Semmi más nem tudja tűzbe hozni a kiégett szinapszisaikat. Húha, szegény pára. Ami kijött belőle, az már valószínűleg Albuquerque-ben vár. Nem is tudja, hogy a kis Giro agya már zseni. Vagy érti azt, hogy valami kijött belőle? Utolsó alkalom, baby, utolsó melón, be egy szó. Persze, az utolsó meg olyot kapsz, nem láttad, hogy mit küldtem neked. A militek ismeri az útvonalakat az ellenőrző pontokon. Szigorú ám a vizsgálat, mondta közben Simon a Rossi. Gyaró erre azt mondta, hogy baby, ezért megyek az aknamezőkön keresztül, kívülről tudom az utat. Ők nem kockáztatnak, legalábbis egyelőre. Minden oké, és aztán befejezem, csak várjál. Hát átment, aztán meghalt. Na. Lássuk, ki tudok-e jönni? Legalábbis arra, amerre bejöttem. Remélem, hogy ki tudok menni. Itt erre a járgányt a garázsban. Nem kéne, hogy baj legyen. Itt van a... Á, persze, ez sima. Hát ez teljesen. Rendben van. Meg már nincs egy akna sem. Ó, easy mode ez az egész. Kell keresztül menni, állítólag erre felé van egy járat. Amit egy ösvény, vagy nem tudom minek nevezzem. Én személy szerint nem látok itt semmit, de... Ja, itt van már az út, oké, meg vagyunk. Ezek jönnek és rám támadnak? Kik járőröznek itt? Ez milyen autó? Ez is egy gecko. Nem tudom, hogy mit csinálnak ezek itt. 45-50%-át veszi el, Aratul. 50%-át. Néha egy kicsit többet is. Akkor kiszámoltuk, ami 55%-ra jött ki. Hát hogyha nagy vagy, nagy csatornád van, tegyük fel, hogy van 500 kötőjel 1000 feliratkozót, akkor alkuthatsz velük egy második, tehát hogy felülbírálni a szerződésedet, és akkor 60-40-ben is lehettek. Hogyha még attól is fentebb vagy, tehát 1500 szubot van, akkor onnantól már 70-30-ra is lehet módosítani. De hát Magyarországon ezek olyan számok, amik csak a... Figyelj, top 1%-nak, tehát gyakorlatilag egy-két csatorna van, akik ezt így elmondhatják magukról. A többi streamerrel nem állnak szóba, tehát túl kicsi ország vagyunk, hogy elérjük ezt a magasságot, és ezzel szemben viszont nincs egy ilyen regionális eloszlás ennek, tehát nincs ilyen sávos eloszlás, hogy azt mondják, hogy ja, várjál már, az USA-hoz képest ez az ország mondjuk 1000-szer kisebb, akkor legyen az, hogy náluk elég mondjuk, mondok egy számot, 200 szub, érted, egy 60-40-eshez. De azért szubtember az van. Az mondjuk egy dicséretes dolog, mert a szubtember önmagában az, hogy 30%-kal olcsóban szubolhatsz fel fél éven keresztül a kedvenc csatornáidra, az szerintem egy jó dolog. De az, hogy a felét elveszik, hát az nyilván egy olyan, hogy mire fel? Mire veszik el? Közöleg nővérem, nem új autót keresel.
azt ott megvehetném tőle. Nem ezt láttuk az előbb? Ez nagyon jól néz ki, te hülye. Quadra Type 66. Júj, és 99 kilóba kerül. Nagyon menő néz ki. Ezt ide kell elvinnem, úgyhogy ide viszem. Az a kocsi nagyon jól nézett ki. Subgiftek teljes áron vannak? Azért, mert az évről évre változik. Valamelyik évben a subgiftes szuptember volt, amikor minél többet ajándékoztál, annál olcsóbb volt, azt hiszem. Meg volt ez már, ami mostani koncepcióban van, hogy minél több hónapra iratkozol fel, annál olcsóbb. Tehát ez sem újdonság. De ez évről évre változik. Most egy ilyen év van. Hogyha az ember minden évben csinálja a streameket, akkor... Érted? És igen, az ilyen eredményeket már szeretem. Legközelebb testvér meló lezárva, mondja Dakota Smith. Szóval ezt nem is tudod sem elvárni, sem megértetni a nézőkkel általában. Szintet léptünk közben, hál' Istennek, hogy... Mert a subnak, tehát a feliratkozásnak olyan előnyei vannak a... mondjuk egy donationnel szemben, ami a nézőnek kézzelfogható, akár az emotok formájában, akár a sub-batch formájában, tehát mint megjelenés, e-pénisz, stb. Amik jó dolgok. Érted? Tehát, hogy amik jó dolgok, az, hogy ez viszont azzal jár, hogy a felét elveszik, az egyértelműen nem jó. Tehát nem tudod megértetni, és valószínűleg nem is helyes az, hogyha azt mondod, hogy ha támogatni szeretnék a csatornát, akkor inkább azt mondjuk donationon keresztül tegyék meg ugyanazzal a 4 euróval, mint egy feliratkozás, hiszen nem egyezik meg, tehát hogy... De jól, hogy kiugrottam elé. Azt hittem, hogy meg fog állni amúgy, hogyha kiugrom, de nem. Ez megállni. Tehát, hogy nem tudod ezt úgy megmagyarázni, mert nem jár ugyanazokkal az előnyökkel a kettő. Nem tudod egymás mellé állítani a dolgot, úgyhogy... Szar az mindenhogy. De ez mind csak pénz. Én pedig nem, alapvetően nem pénzért csinálom ezt az egészet, csak tudod, amikor arról kezd el szó lenni, hogy az álmaid beteljesítése, és hogyan tudod ezt az egészet úgy csinálni, hogy fenntarthatóan, és tényleg úgy, hogy fejlesztés is legyen, és hogy te is meg tud venni a kenyeret a boltban, meg hogy a számláidat ki tud fizetni, ott már azért más kérdések mennek. Van itt egy meló balra. Úgy látom, hogy itt a Badlands-ben most elkezdtük kapni a melókat. Ezek szerint... Ez egy ilyen... hogy mondjam? Olyan volt, mint amikor Reginának csináltuk az első kerületben a misszióit, hogy megcsinálsz kettőt, amiről azt hiszed, hogy az összes, és akkor jön majd még több, ugye? Szerintem ez lesz itt a lényeg. Volt egy régebben mindkettő olcsóbbat, aztán csak az egyik mellé a hosszabb feliratkozás. Aha, lehet. Tehát ezek változnak. ...150 méterre vagyunk a következő célunktól, még ezt megnézzük ma este, aztán eltesszük magunkat, megnézzünk valami filmet, én vodokat fogok vágni, aztán elkezdem szerintem írni a havi összefoglalókat, mert azzal is el vagyok maradva, aztán pedig még a hétvégén szeretném feltenni a merch képeket a Facebookra, ahogy kértétek, azt nem akarom elfelejteni. Már megcsináltam az Instára, de még a Facebookon nem. Aki esetleg nem rendelkezik sem Discorddal, sem Instával, csak a Facebookon találkozhat vele, úgyhogy ezt még pótolni szeretném ma este. Kihagyjuk a fixereket. Mi van, Dakota? A lovat oda vezetheted a vízhez, de nem kényszerítheted, hogy ígyon is. Évek óta próbálok Iris Tannerrel dolgozni, de ez a makacs bula eddig mindig elhajtott. Hiába kértem szépen és ígértem jó pénzt, nem vette a lapot. Mindig ugyanazt mondtam, nem üzletelek fixerekkel. De ma meggondolta magát, hogy miért? Mert a lidércek elrabolták. Aha. Ez valami... Az valami töret? Igen, úgyhogy rakjuk át szövetségesre. Lövegek kamerák saját ellenségeiként kezelik az ellenfeleidet, segítenek a harcban, akkor is a felderítetlen marad. Tál, aha.
If you help her, kritiséget leszámítva, talán kisegíted, végre hajlandó lesz tárgyalni, részletek csatolva. Nem teljesen értem ezt most. Hogyha szövetségessé csinálsz egy törletet, akkor miért nem támadott eddig egyszer sem, még egyik sem, érted? Hány darab egy C kell? Egy C. Ja, 3. Ez így egyszerű. Go fetch me. Betörés protokoll, 10-es szint plusz egy képességpont. Meg amúgy szintet is léptem, nézzük csak. A technikai adottságunkat növeljük meg egy picit. És 2 darab képzettségpontom van, amit még nem használtam el. Itt biztos vagyok benne, hogy van olyanunk, amit fel kéne venni így 20-es szintnél. 20. szint szükséges betörés protokoll tulajdonságból. Ó, hát az még egy csomó. Az még nagyon sok pont. Feloldja a lövegleállítás démont, 3 percre letiltja összes biztonsági löveget a hálózatban. Nem, ez nem kell, köszönöm. Adatbányászat, 50%-a növeli hozzáférés pontokból kapott összetevők mennyiségét. Ez az összetevők mennyisége mellett a pénzmennyiség is működik, mert akkor 1000 helyet mondjuk 1500-akat is kaphatnánk. Aha, gyors sekkelés szerez a hozzáférési pontokból, az is tök jó. Legalább 3 démont feltöltesz ugyanabba a betűnőn, nem kell, gyors sekkelés. Legendás gyors sekkelések tárgykészítési ábrái. Ó, menj már, én azt hittem, hogy a tech cuccoknál van. Mostantól csinálhatok legendás gyorsekkeket. Miért mindig BD55 1C7-nál két kombináció? Nem tudom, hogy gyorsabban megtanulja az ember. Nem tudom. Fogalmam nincs. Olyan, mint hogyha négyzetet látnál, meg pálcikát, meg háromszöget, meg karikát, tudod? Tehát így rááll a szemed egy idő után, hogyha ugyanazok vannak a szemed előtt. Gyorsekkelések költségét egy RAM költséggel csökkenti. 30%-kal nagyobb damage. Azt tetszik nekem ez az olcsósítás. És most akkor ezt tényleg azt mondja a tárgykészítésbe bemenve, hogyha kiszedek mindent a fejemből... Várj, ez hol volt, amikor kiszedsz mindent? A kiberverben, ugye? Oprendszerünkbe bemegyünk. Kiszedünk mindent, amit eddig használtunk, és most elmegyünk a tárgykészítés, fejlesztés. Nem, az mindenképpen tárgykészítés lesz. Igen. És látod, ezeket oldottad fel. Ó, menj már, a fertőzést is lehet... Jóó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 
rövid zárlat, az mindenképpen kell. Beszarsz. Öngyilkosság. Legendás szintű öngyilkosság, fertőzés. Jó, túlmelegítésre volna még szükség, ezt nem tudom, ezt hol találjuk. Ó, itt elkezdett fogyni viszont a cumunk, ugye? Aha, valószínűleg több ilyen betörés őrület kellene ahhoz, hogy ez működhessen. A túlmelegítésből csak kéken volt, viszont a ritka gyorsseker is összetevő, meg fogytán van. Ilyet azért nem is sűrűn talál az ember. Ó, nem baj, nem baj, a lényeges részek megvannak. Túlmelegítésen meg majd dolgozunk fejleszteni. Van-e értelme bármelyiket is ezek közül. Ez a hiperkritikus, a robbanó vadállat. Ebből kellene már egy magasabb szintűt találni valamikor. Mondjuk bármikor fel lehet itt fejleszteni, nem kerül ez pénzbe. Nem kerül semmibe jóformán. Tárgykészítési kis extráinkat nyomjuk bele. Ez meg nyugodtan szarrá. Tápolhatjuk a sebzésén. Aha, el kell érnem a 25. szintet, hogy még tovább nyomjam. Ez a harmadik, ez a vadállat fegyvernek a feltápolása. Tudsz venni is a vendoroktól? Ja, igen, azt már csináltuk ma, egy csomó mindent vásároltunk tőlük. 42 elkölt. Egy szabad képességpontot kaptam? Lehet, hogy azért, mert felnyomtam azt a fegyvert, nem? És akkor ott kaptunk valami durvítást. Automatikusan feltölti a lista élén álló démont a betörés protokoll kezdetén. Jó kezdés. Tehát, hogyha... Ezt most kihúzom, és azt mondom, hogy... Azt mondanám, hogy kiberverek, oprendszerünkbe betölt... Tehát az, ami a lista elején áll, azt gondolom ide fog kerülni, ugye? Feltételezem, jó tenne, hogyha rövid zárlattal kezdeném. Van még olyan, hogy öngyilkosság, azt nem tudom, hányadik szintre fogja betenni. Fertőzés, füttyögés, nem kell. Fingelés mindig kelleni fog. És érdekes módon a tűz, ami még nagyon jól működött, a túlmelegítés, ezt nagyon szana szét lehetne húzni. Jó, oké, szép fejlesztéseink vannak,
Most ezt azért kellett megcsinálni, mert a legendás... és csak. Hogyha most azt mondom arra a csávóra, hogy ő most... rövid zárlatot kap, figyeld meg. 2710-et sebződött. Megint kaptam egy pontot? Ja nem, az még az előző. Hát azért ez már nem 1300, az már egy kicsivel több. Az a perk, hogy nem esett a RAM 2-vel, az azt jelenti, hogy ami 1-2-be kerül, onnantól végtelen lesz. Szerintem igen, igen. Nem esett alá, tehát igen. De ahhoz kell a betörés protokoll is, ugye? Szövetségesbe átrakjuk ezt a töretet. Azok is olyan töretek? Igen. Ez támogató? Mi a különbség a támogató és a szövetséges között? Azt hiszem, hogy leestem, vagy megbántott valami. Mi bántott meg? Fogalmam nincs, hogy mi bántott meg. Rámentek egyet. Ez velem van, az nincs velem. Nem, ez támogató éppen. Lőek célzását manuális módba kapcsolja. Itt van egy fickó. És nézzük már meg a fertőzést rajta, hogy ez hogy működne most. Nem sebződne sokat, látod? Sőt, ez a fertőzés, ezt nem is értem. Még a legendás fertőzés is elég csicska. Elég gyenge. Oké, hogy ugrál egyikről a másikra, de nem... nem csinál nagyobb damage-et. Támogató akkor segít, a felfedeznek? Lehetséges. Tökre benne van. Shax és Chrome. Ott állnak a vidám fiúk. Öngyilkosság 9. Az meg kapna szerintem egy rövid zárlatot így. Másik meg csak néz, hogy mizu. Várjál, ez még megvan. Akkor az mehet fertőzésbe. Mert hogy az szépen át fog ugrani, ugye? Igen, egy mellette lévőre. Így már egészen vicci a sebzése, azt túlmelegítem még. Hát ilyenkor már nincs ellenfelünk, amikor már legendás cuccokban mászkálunk. Itt már elképzelhetőnek tartom, hogy értelmes volna fentebb venni a nehézségi szintet, látod? Tehát ahol már ilyen utcai hírnév az úgy jön. Ebben a mai epizódban nem tudom, hogy hány szintet lépett. Ez utcai hírnév az... hamarosan kimaxolódik a hacker támadásokból már mindössze. Tehát ez már abszurdum. Ott is van még egy csicska. Semmi. Nincs, ami most itt megáll. 3081-re felkritelt. Jó, felveszem most már ezt a vadállatot inkább. Öngyilkos lesz, és még fel is gyújtott kegyetlen, vagy? Sokáig tartott. Iris Tanner? Nekem kellene kijutatni innen téged. Szevasz. Nem bántottak? Nem, még mindig a tárgyalási fázisban voltunk. Elég keményen érveltek, szóval csak időkérdés lett volna. Szóval a hurok, inkább leszek rabszolga a Raffen alatt, mint hogy apró darabokra szabdaljanak. Jó, figyelj, jobban, hogyha mennénk. Nem, még sehová járgányom nélkül, a garázsban dekkol. Ez nem volt benne az alkuban. Álljunk meg. Nem volt benne, és nem is különösebben gyors, megy a Tanner. Úristen. Oké. Ez mi ez a telepítve? 55-55 BD7AC. 55-55 BD7AC. Lehet, hogy kiúsztam valamit, ami az első adott bányászat bígyót automatikusan felveszi. Ja, hogy a betörés protokoll, amikor hackkelsz, akkor az első sort automatikusan megkapod. Azt hittem, hogy amikor a betörés protokollt elindítom, tehát így itt rámegyek arra, hogy betörés protokoll, tudod, ami ezeknél a hackeléseknél történik. Azt hittem, hogy akkor akarja. Jó, így már mindent értek. Az elsőt automatikusan feltölteni. Mert hogy akkor kiesne a cooldownból, ugye? Ha nem hacker lennél, akkor mivel nyomulnál? Szerintem megnéznék egy melee buildet is. Broken ez a build, de nagyon állat. Vici. Nem kell semmit se csinálnom, csak ránézek az ellenségre és meghal. Van két javításra váró tuningot, Galéna, ütközési sérülés nálunk. Miért én? Nincsen saját szerelőtök amúgy? Kérdezi Iris Tanner. Szerelőnknek is ütközési sérülése van, jelenleg nem tud dolgozni. Te vagy a legolcsóbb. Legolcsóbb? Ez komoly? Csak ennyit hallottál rólam? Kérdezi Iris.
Igen, nincs fixeri, igaz, egyedül dolgozol, azt szeretjük, Feti, hogy elég jó vagy, mondják neki ezek. És aztán gondolom, rá is mentek durván. De mesztelenek vagyunk, érted? Tehát ennél OP-bb már szerintem jelen pillanatban nem igazán lehet a karakter. Eljutottunk 26. szintre, és persze biztos azok leszünk, biztos sokkal durvábbak, nem azt mondom, félreértés ne essék, de a kúrány szintünkhöz képest, ez most, hát ez mi? A hátizsákból szeretnék néhány dolgot kioffolni, mert már tényleg nagyon sok minden van nálunk. Most már leginkább kékek is, ez mondjuk egy kicsit zavaró, látod, hogy lehet, hogy csak azokat kellene megtartani, amik ikonikusak is. Jelenlegi fegyvereink nem is rosszak. Akkor feltételezem, hogy ezeket mind kidarálhatom, ugye? Kidobálhatom. És ami ikonikus, az meg megmarad. Impulzus gépkarabé, kicsi a DPS, 206 kiló. Félelmetes. Ebbe pedig raktam be valamilyen modot. A modokat ki kellene szedni, mielőtt széttépem ezeket a fegyvereket mindig. Na mit akarsz? Kell a kocsi? Azt mondod? Ezt a missziót még megcsináljuk, ezt még teljesítjük, és utána akkor... Hoppá! Nézd csak! Na ezt akartam kipróbálni, hogy ez hogy működik most. Na akkor mellé lőtt? Láttad, hogy miért ugrott a csávó? Ja, hogy csak egyszer kellett eltrálni, de akkor mocskosul eltaláltuk, értem. Jól bírta amúgy ezeket a kitéréseket, nem? Mekkora gorillállat volt, láttátok, hogy hogy felugrott és próbált volna tébe otthon? Már azt is olvastuk. Próbált volna a földre csapva valami őrület nagy gondot okozni nekünk. De itt át kell mennem, és akkor lehet, hogy itt... Azt hittem, hogy te megijesztettél, Tanner. Hiszen Neo-ba volt a csávó. Én nem értettem, hogy lőttem, aztán mi történt. Szerez vissza Iris autóját opcionálisan. Lehet, hogy ezt úgy is meg lehetett majd csinálni, hogy az ember csak így mondjátok már, mi az a szó. Beninjázik. Azt nem, ezt tedd le inkább, bocsi. Ezt nem akartam volna így. Várja. Tehát beninjázol, és akkor el se jutsz odáig, mert tehát, hogy annyira csöndbe mész. És akkor az opcionális rész az lett volna, hogy akkor tisztíts ki az utat még odafele is, jó. Hát akkor menjünk ezzel. Parkold le Iris autóját a garázsban. Vajon beszállt? Beszállt. Akkor menjünk. Ezt, hogy vigyáztál a járgányomra. Nem, ez nem azt jelenti, hogy vigyáztál, hanem hogy törődtél azzal, hogy visszaszerezzük. Sajszi nem szereti a fixereket. Inkább a saját klienseimet állítom sorba, a saját szabályom szerint játszom. A magányos farkas vagy, nincs fixer, aki csak arra vár, hogy lenyúlja a nehezen megkeresett pénzed egy részét. Akkor ez egy kivétel. Remélhetőleg az utolsó is. Haver. Milyen autó ez? És miért van nyitva az oldala? Nem mondom, hogy gyorsan megy, meg hogy könnyen irányítható, úgy csúszkál itt a homokban. Ezt az autót nem ide találták ki ezekre a homokos utakra, Badlands-be. Érdekes volt ez a Badlands-i epizód. Hogy így ezt szavaztátok meg ma estére, akkor ezek szerint a következő részben, ami szerintem hétfőn este lesz majd, ki fogunk menni, vagy vissza fogunk menni a városba. Hol futunk? Nagyon szépen köszönöm neked, kedves tőled, köszönöm szépen a szubat. Visszamegyünk majd a szubat, na a raidet, bocsáss meg, szia, jó estét, mit játszottál, mesé? Vissza fogunk menni a városba, és azokkal a missziókkal foglalkozunk, például mondta ugye a Judy is, hogy azonnal menjünk, mert valami gáz volt. Kiderült, hogy Evelyn megölte magát, aztán utána találkozni akart velünk még valamiért. Pontosan, hogy miért, azt nem tudom. Mondjuk Judyval szerintem ki fogunk alakítani egy romantikus szálat. De hát, hogy mikor, meg hogy hogyan. Mass Effect 3, de jó hangzik. Ez micsoda jó játék volt, imádtam. Beszélj Dakotával. Shemai, sister. Üdv a nővérem. Dakota, Iris Tanner kérdésed szerint. Nővérem, hagyjuk a süketelést, senkinek sem vagyok a nővére. Mondd neki, mit kell tennem, utána kvittek vagyunk. Nem rajong a fixerekért.
Egyetlen ló sem szereti a nyerget, amíg meg nem éhezik. De érted, mert csak képeskönyvben láttál lovakat. Köszi, Debbie. Örömmel visszahozom valamikor a szívességet. Ugye rá, hogy megadja, mivel tartozik. Minek nincs miért aggódnia. Öröm volt üzletelni veled. Valahol itt lehetne venni olyan autót? De rohadt jó itt a zene. Yes, talk to me. Honnan szól? Mellé küldik olyan rohadt jó zseniális sztorikat írtak szinte mindegyik mögé. Mass Effectben? Vagy ebben? Vagy... Mert amúgy én ebben is felfedezem, hogy jó sztorik vannak mögöttük. Akemura, mit akarsz? A KDX-en információi nagyon hasznosak, saját erőmből is megtudtam valamit. Találkoznunk kell. Ezúttal hol? Hulladékfeldolgozó üzemben? Elhagyatott gyorsos útállomáson? Japán negyed déli részén van egy utcai piac. A gyaloghídon a fő utca fölött. Használja a liftet. Könnyű eltévedni. Oké, Takemura, köszi. Épp úton vagyok arrafelé, ne várakoztasson. Aztán nem mondd meg nekem, hogy kit várakoztassak. Na! Hát a Badlands-ben nagyon-nagyon szépen szedtük össze a kiberpszichókat és egyéb mellékküldetéseket. A megbízatásokból úgy látom, hogy már csak 6 darab van ezen a területen. Tehát Dakota Smith küldetéseit nagyon gyorsan be lehetne fejezni. Ez mindössze egy epizód alatt most már megtörténhetne. De mégis izgalmas dolgok történnek a városban. Például ugye, várjál, ez itt veszélyes meló. Aha, találkozunk Takemurával. Találkozunk Judy-val a Clouds teraszán, át kell vennünk ezt a bordélyházat, át kell venni az irányítást a Mox-szal fölötte. Utána pedig el kell menni az Afterlife-ba és beszélni Nix-szel. A következő epizódban ezt a 3 dolgot teszem célkitűzésnek, utána pedig az azutáni epizódban szerintem visszajövünk ide és befejezzük a Badlands sztorikat. Mert hogy ebből már csak 6 misszió van hátra. Na, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma velünk. Nem tudom, hogy milyen filmet fogunk nézni a Discordon, de hogyha szeretnétek valamit nézni... Ez micsoda? Jött valami nagy fehér négyzet és elindult arra. Szóval, ha szeretnétek valamilyen filmet nézni velünk, akkor várok mindenféle ajánlást, amit csak szeretnétek felem, nyugodtan mehet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma velünk. Nagyon kedvesek vagytok, hogy töretlenül jöttök és gyakorlatilag bármilyen játék megy a csatornán, ti itt vagytok mindig, ezért nem tudok eléggé hálásnak lenni, és remélem, hogy tudok majd valahogy törleszteni ebből az egészből, amit a csatornának nyújtatok. Nem csak akármilyen támogatásokról beszélek, hanem emocionálisan is. Tehát, hogy milyen sokat jelent nekem az az egész, hogy van ez a csatorna, és hogy vagytok ti. Nagyon szépen köszönöm. Megnézem még, hogy kihez lehet átmenni raidelni, és keresünk egy filmet ma estére, oké? Van egy alacsony nézettségű Hunt Showdown stream, menjünk át, lepjük meg őket, tudom, hogy nagyon örülnének neki. Vigyázzatok magatokra, és holnap fogunk találkozni legközelebb. Mr. Prepper szerintem holnap be fogjuk fejezni. Lehet, hogy rövid lesz, de lehet, hogy nem is tudjuk holnap befejezni, meglátjuk, oké? Vigyázzatok magatokra, jó pihenést, és köszönök mindent!